Isten áldjon mindenkit! Almát, segítsenek rajtam, vegyenek almát! Isten áldja, uram! Na jól, és akkor azt... Köszönöm, Mr. Rockefeller! Te smucik disznó! Glenford Végvári Tamás, Bette Davis, Örkényi Éva. További magyar hangok: Székhelyi József, Besenci Árpád, Szokolai Ottó, Orosz Anna, Láng József. Egy maréknyi csoda. Ezt hogy csittétek el? Nem volt engedélye. Az aluljáróban mi? Még nem fizetett neked, igaz? Múlt hónapban adtam $5. Minden hónapban $5, ha maradni akarsz, te gazfickó. Hé, az már 7, 2 visszajár. Igen, Szóhó, szép, hosszú levél. De adjátok körbe. Csak nem ma érkezett. Aztán majd találkozunk a kaszinónál. Új műsoruk van. Van új vicced? Szia, Smiley! Szia, Eni, téged kereslek. Digerni látti a... Igen, hol? A Rudi Mártinnak. A boldog idők. Nem fizettem a hónapra. Le vagyok égve kicsit. Mikor nem vagy? Majd karácsonykor annyi lesz a falat, amennyit adtál. Akkor koldus maradok. Az bizony. Jött levél. Igen, a kaszinónál olvassák. Digerli, vár. Köszönöm. Nagyon köszönöm. Nagyon hallgass már. Fényképezte Robert Brunner. Zene Walter Scharf. Magyar szöveg Dani András. Szerkesztő Vlahovics Katalin. Hangmérnök Szakáli Mátyás és Szakáli László. Vágó Fényi Márta. Gyártásvezető Kun Márta. Szinkronrendező Mohácsi Emil. A szinkron a Duna Televízió megbízásából a Liget stúdióban készült. A forgatókönyvet Damon Runyon ötletéből Hall Kanter és Harry Tagend írta. Rendezte Frank Capra. Előbb írod, aztán rakod, amit felírsz ide. Igen, rakod. Üzent, hogy látni akar. Na, már csak ez kellett nekünk, hogy ez is zavarjon. Na, mindegy, volt 14 feles kót, tedd le magad oda enni. Aztán volt 5 üveg bourbon. Tudod, Joy Boy, ott van még 2-4. Ma reggel voltam életemben először meg az azt mondja, hogy összesen az annyi, szerinted utána is van élet? Meg van még 5 üveg gin, és... Junior, mit ülsz itt, mint egy popák? Írod, amit mondok? Ha írni tudnék, már rég tiszt lennék. Gigerli, merre van? Most mi ütött beléd? Nem bírsz várni egy kicsit? Csak nem a szépség szalomba rohansz a szél a kazlatta? Na, csak ide. Na, majd én írom, te számolod. Ha számolni tudnék, már rég tiszt lennék. Miért nem nevetsz, ez vicces? Ha ezen nevetnék, elszégyelném magam. Tessék, ezzel megvolnánk. Akarjátok tudni, miért végezte Rudi a folyóban? Tessék, itt van, 50 lepedős tartozás a kaszinós fiúknak, hello Annie. Van itt egy levél is, azt írja, köszönet mindenért, vigyázz a kicsimre, Queenie-re. Mi lehet ez a Queenie? Van valami ötleted? Csak nem egy lovat hagyott rád. Te, indul egy Queenie a derbin. Igen, az lehet. Hey, Powder! Kösz szépen, nagyon szép munkát végeztél, barátom. Neked, Gigerli, bármikor, csak szólj. Ne csináld, Enni. Nincs ennél nagyobb almád. Ma 3 adag szerencse is kevés lesz. Ettől még egy halott is feltámad.
Hát, ha nem lenne aranyszíve a főnöknek, ti már mind alulról szagolnátok az ibolyát. Főnök, csak egy ilyen aranyemberrel történhet ilyen. Van egy fiszkó, van egy kocsmája, kinyifantyák, tartozik neked 20 lepedőben, és ráadásul te állod a temetését. Bolond ember az ilyen. Szép dolog volt tőled, hogy keresztény módon eltemetted szegényt. Tessék a szerencsét. Valami jó fog történni veled most. Valami nagyon jó. Az, eltöröd a lábadat például. Te meg én, te felhagysz a koldulással, én meg a szeszcsempészéssel, és te meg én együtt visszük ezt a csehót. Mit szólsz hozzá, mi? Ez egy aranybány ellen menni. Nem viccelek, Eli. Na rajta, tudsz még táncolni, mi? Na, vegyed még, látod? Te koldus királyné, ne szedj ötös az almádért. Ég ágyom, Gigerli. Eni, te Eni, megmondanád, miért hiszem azt, hogy szerencsét hoznak az almáit? Te tudod miért? Mert a kis emberek kedvelnek téged. Milyen kis emberek? Ó, őket nem láthatod, csak az álmaidban. Kis emberek, mint én? Miért? Szeretik a gyerekeket, a koldusokat és a költőket. És akkor én most költő vagyok? Mert akarsz hinni valamiben. Most éppen az almámban, és a kis emberek benne vannak, érted? Ezért hoz neked szerencsét az én almám. Ó, te vén boszorkány. Te viszont csak ebben az egyben hiszel. Tedd el ezt is, Eli. Ágyom meg. Ezerszer Gigerli. És szerencse kíséljen. Kösz. Várj, Eni. Eni, várj egy percet. És sútba a dzsines palackokkal. Hozzájuk se érek. Nem, persze. Maga Gigerli, Dave? Na, én vagyok. Ne jöjjön közel, hölgyem. Összevizezi az öltönyem. Mi az itt? Pályaudvar? Junior, becsuknád az ajtót? Még meglátják az italt. Na, mit akarsz itt, kislány? Be akarsz lépni a tárckarba? A kocsma bezárt, úgyhogy séta, keres munkát máshol. De kulcsra! Egy marylandi újságban olvastam ma reggel. Mit? Rudy Martint, a gangstert, akit meggyilkoltak, eltemették. A barátja a Diderligé várta a költségeket. Maryland, ha? Ott is megfejtett két hülyét? Elnézést, nem értem. Az adósságot jött behajtani, jó, ha tudja. Gigerli nem fogja kifizetni Rudy Martin számláit. Na, legyen jó kislány, menjen haza, viszlát. Rudy Martin az apám volt. A gyereke vagy? Te vagy Queenie? Igen. A papám így hívott. Te? Ez nem egy ló. Miért nem voltál ott a temetésen? Mert csak ma olvastam egy vonatkozatot. Ez ugye nem egy ízetlen tréfa kislány. Én magam miatt jöttem ide. A papa egy hónapja nálam járt, és nagyon ideges volt. Azt mondta, Queenie, ha valami történne, itt a klub szerződése. Add ezt oda Dave-nek. Ő rendes fickó, ezzel tartozom neki. Úgyhogy elhoztam, alá van írva és érvényes. Igen, ez nagyon szép, de ez a kocsma csődbe ment. A készlet a temetési csokrokat se fedezi. Gondolom a szerződés is csak ennyit ér, úgyhogy... Miss Martin, a papa lóg nekem 25 ezer dollárral. És még sokkal többen másoknak, akik nem érik be ezzel. Olyan sokkal? Olyan sokkal. Van néhány dollárom a bankban. És van rendes munkám egy kávézóban, úgyhogy heti 5 dollárt tudok fizetni. Hol? Egy kávézóban? Pénztáros vagyok. Mr. Porter azt mondta, hogy nem sokára előléptet, és akkor már többet tudok fizetni. Heti 5 dollár. Te Joy Boy, az alma már is szerencsét hozott neki. De mekkorát? Ennyit tehetek, uram. Az ég áldja magát. Köszönöm, hogy jó volt a papához. Igen, persze. Ez az első lány, aki önzetlenül akart adni valamit neked. Ez, tudod, talán... Kislány! De, vissza! Tudja, hogy jó pár száz évbe beletelik, mire visszafizeti az apja adósságát? Az se érdekel, ha 1000 évbe telik. Ki fogom fizetni az apám adósságát? Jól van, neveskedjen! A főnök volna azt hitte, hogy az alma varázsolta Queenie-t az életébe, na most képzelhetik. Nem múlt el nap Eni almái nélkül. Queenie Martin Club. A főnök egy vagyont költött arra, hogy Queenie a klub csillaga legyen. We'll be right back.
meglepetésemre nem is lett rossz. És mi lett a vége? A klub egyre több pénzt hozott. Queenie elkezdte visszafizetni az adósságot. Ezt adják össze. A második évre ez lett a legfelkapottabb klub. Csak úgy dőlt a lóvé. Álljanak félre, jön a teherlift. Olyan nagyok lettünk, hogy a konkurencia új eszközökhöz nyúlt. Nigerli az almát csókolgatta, de én jobbat tudtam. A vasajtót csókoltam meg. De minden jó véget ér egyszer. Megváltozott a törvény, s ránk szeszcsempészekre nem volt többé szükség. Még egy dollárt kiért, hogy képzeled ezt enni? Csak egy dollárral emeltem. Mit siránkozol? Ma te is megengedheted. Szabad inni. Az egész város dőzsöl. Figyelem volt, törvényszegők! Ez az utolsó este, az utolsó dal, és az utolsó ingyen pia! Lesz végig egy kis csihipuhi? Na, mi a helyzet? Te egy zseni vagy, egy óriási. Azt mondd, hogy inkább mi történt? Itt van a nagy ember. Itt van, mondtam neked. És a nagy ember látni akar. Ezt akartam, de csak várjon. Azt mondtam neked, hogy kevesd meg ennél, na indulás. Bemondottam a KFR-ben, a Koldusfüles rádióban. Maradj. Mit akarsz csinálni most? Csak nem akarsz egy rohadt almára várni, te megbolondultál. Figyelj, Gigelli, a nagy ember utál várni. Nagyon be tud gurulni, aztán ránk küldi a rossz fiókat. Joy, az almám nélkül egy tapottat sem mozdulok. Jó van. Megyek és megkeresem a banyát, jó? Jó? Herbie! Sssst! Megszerezted? Azt hitted, hogy nem? A legszebb levélpapír a házban. Isten áldjon meg, Herbie! Még a vak is elolvassa. Hotel Marbury. Add ide gyorsan! Mikor várod a következő levelet? Holnap jön a postahajó. Tudod, ha erre rájönnek engem, kirúgnak. Herbie, nem szabad, hogy kirúgjanak. Vigyázz nagyon! Te... Ki ír neked ilyen sűrűn Spanyolországból? Semmi között hozzá. Az öreg szerelem, mi, Eni? Alfonz király, de el ne árulj, mert a királynő féltékeny lesz. No hát, már két éve várok egy ilyen köszöntésre. Gyere ide, te, Queenie. De... Nagyon nyom az ajtógomb. Az ajtógomb... Olyan édes a szád, mint a cukor. Ne most, Dave. Ne visszakozz, Queenie, te kezdted ezt. Én csak meg akartam köszönni mindent, amit értem. Csak, akkor éri el a vég a férfit, ne köszönjük, gyere ide. Mi ez? Mi ez ünnepség? Július 4-e. Ezt meg hogy érted, decemberben? Mindketten szabadok vagyunk. Nem kell többé csempészned. Most, hogy legális, már nincs is semmi öröm benne. Ma eladtam a klubot. Ó, igen. Te is elhoztad? Mit hoztam? Az adós levelet. Igen. Itt van nála. Arancsony? Látod ezt, papa? Nincs adósság. És most tűzre az adós levelekkel, tűzre a múlttal. És ez neked is karácsony, Dév. Boldog új évet! Hogy? Komolyan gondoltad, amikor megkérted a kezemet?
Ha a szívem elveszlek, a rendőrfőnököt is megcsokolom, csak már gyere hozzám. 2 év piszok hosszú jegyesség. Szombaton. Szombaton reggel 10-kor összeházasodunk, megszerveztem. Te most viccelsz? Komolyan gondolod? Bizony. Nincs többé Gigerli, nincs többé Quinny. Davidre és Elizabethre, Mr. és Mrs. Convey-re, Marylandben és számtalan gyerekükre. Maryland? Igen, tudod, a házat, ahol születtem, megvásároltam magunknak. Te aztán tudsz titkot tartani, drágám, Quinny. Ott akarok férhez menni, a mama ruhájában, és ugyanannál a papnál. Már megyek is, és húzom a talpalávalót. Jajaj, babám. Ó, érzelgős, tudom. De hadd legyek az, drágám. Elegem van Quinny Martinból. És Morgan tiszteletes is él még. Bár 81 éves, de vasárnaponként most is ő mond misét. Ó, Dave, képzeld, amikor felhívtam, sírt. És képzeld el, én is sírtam. Még jó, hogy nem ázott be a vonal. Sírtál? Még sose láttalak sírni. Ó, ha boldog vagyok, úgy folyik a könnye, mint a Niagara. Jól van. Jól van, Elizabeth. Mi ránk? Az esküvőre, anyád esküvői ruhájában. A 81 éves tiszteletesen. Ó, Dave, jön a Niagara. Vigyázz, ez csúnya foltot hagy. Ó, Quinny. Gigerli, itt van Annie. Indulám. Á, jó, 1 perc és jövök. Drágám, minek neked ma este is alma? Még több szerencse kell. De már adtál esküvői ajándékot. Ecsende zugott Marylandben. Én is adok neked. Még hozzá ezüsttálcán kínálom magát New York City-t. Nekem nem kell New York City, csak egy marylandi kisváros, ahol eljátszhatom az anyaszerepet. Megértetted? Az itt is játszhatod, de te ezt a klubot se akartad, de én férfi vagyok, aki nem tétlenkedhet otthon. Tétlenkedsz? A szesztilalomnak vége, vagy nem? Gigerli, a nagy ember vár rád. Jó, megyek. Kivel találkozol, Dave? Magával a jövőnkkel, drágaságom, a nagy emberrel. Darcyval? Úgy van, Darcyval. Ó, Dave, ne! Miért? El akarsz menni Chicagóba? Nem. A hegy jön ide, de hogy megyek én Chicagóba? Darcy New Yorkban van? Bizony. A rendőrség nem engedi be. A rendőrség nem is engedi, én igen. Ó, Dave, kérlek, Darcyval ne! Az egy vadállat, egy gyilkos, az egyes számú közellenség. Az újságokban, drágám. Hé, Gigerli, gyere már az Istenért! Dave, kint áll az autód, reggelre már Marylandben lehetünk, a tiszteletesnek ennyi egyesküvő. Drágám, ha szeretsz, elfelejted a boszorkány almáit, szökjünk el innen. Kérlek, én normális életet szavazzunk. Már, nyugodj meg. Drágám, figyelj rám, mihez kezdjek a hétköznapi életben? Mihez értek? Mit tudnék én? Vagy, nevet szerezhet, sok pénzt kereshetsz. Milyen pénzt? A legalján kezdtem itt a városban, és a csúcsig meg se állok. Túljárok én minden bajom eszén, ezt csináltam egész életemben, amióta csak átmásztam az árvaház kerítésén. Rikkancs küldöz, egyre csak feljebb és feljebb. Miért? Mert jó vagyok, és mert szerencsés vagyok. Én valaki leszek, Quinny, és te velem együtt leszel valaki. Most megyek. Dave. Tessék. Ha összeállsz Darcyval, felejtsd el az esküvőt. Hát nem maradhass. Süllyedt. Te, ennek meg mi a baja? Te, semmi különös. Több gyereket akar, mint én. Gyerek? Hú, abból egy is sokkal neveletlen. Eni, hol voltál? Ne bujóskázz velem, kérlek. És hol voltál szombaton? Egy futamon se nyertem, Nesze. Ég ágyom, Gigerli. Nem éreztem jól magam szombaton. Bepiáltál, mi? Nem, Gigerli, becsszóra, abba hagytam. Hát itt ideje volt. Michel Doki szerint a májomnak annyi. Á, fenét, a májom olyan jó, mint egy új, sőt, jobb. Nem gondolod, hogy máskor kéne megbeszélni Annie máj problémáit? Egy kalappal, Gigerli. Rengeteg időt spórolnál meg, ha megvennéd az egész kosarat. Jaj, ne okoskodj már megint. Egyenként kell megvennem, és pont amikor kell. És miért? Ne kérdezz, miért? Pitik voltunk, amíg erre rá nem jöttünk. Indulás, találkozás a raktárnál. Isten áldja meg Dévet. És minden barátomat. Főnök. Itt van Gigerli. Mehet? Jöhet.
Bush kedvében van, főnök. Késtél. Késtem. Miért késtél? Már 48 órája zögykölődöm Chicagótól ebben a kalickában. Hány inger? Fiúk, ti levegőt nem is vesztek? Tisztára, mint a kóterben, csak épp ez mozog. Valami pitiáner szeszcsempész teherautót küld értem, s csak az Isten tudja, miért hagyom, hogy végig hurcoljon a fél országon. Te találtad ki? Nézd ezt a falat. Golyóálló. Ez azért fontos, hogy legyen egy biztonságos zug, amikor háború dúl. El is neveztem Kisvájcnak. És a kopók minek hívják? Ha elkapnak a városban, neked is szép sajtód lesz. 10 ugyanilyen kocsi valódi bútorokat szállít. Egyedül csak itt vagy biztonságban. Adjatok nekik egy új fényképet, ez már 10 éves. Nyugodj már, ne Darcy, ne idegeskedj, a vendégem vagy. A vendéged? De az ugye nem jutott eszedbe, hogy a foglyod legyek. Erre nem gondoltál? Átvillant az agyamon. Igen? Akkor azt ajánlom, jusson eszedbe Steve Armstrong esete. Egyszer neki is eszébe jutott. Steve Arm? Nem az a fickó, aki így tartja a karját? De. Forrasztó pisztoly a hóna alatt. Az. Forrasztó pisztoly. Az én ötletem volt a két pisztoly. Az nagyon fájhat. Na. Nem tudod, hogy New Yorkban tilos fegyvert hordani, Darcy? Igaz, Joy Boy? Igaz. Itt New Yorkban engedély kell hozzá. Semmi félnek. Igen. Már kezdem érteni. Azt mondják, hogy már 10 éve működsz itt lebukás nélkül, ez igaz? Igaz. A szerencse a titka. Az. Hallottam erről egyecsmást, a szerencse almáidról. Igen, azt mondják, hogy ezzel lehet megfogni téged. Jó. Igen, azt is mondják, hogy ugyanattól a vénnyanyától veszed az almákat, igaz? És ha valami történne azzal a nyanyával, akkor... Úgy járnál, mint Sámson a hajvágással, ugye? Aha. Na, Darcy, van egy rossz hírem. Nézd meg ezt az almát. A legközelebbi zöldségesnél veszem mindegyiket. Aki azt hiszi, hogy ez hozza meg a szerencsémet, az kétszeresen bolond. Ismered a pszichológiát, mi? Igen. Ismerem azt, amit most mondtál. Ez olyan, mint a napszemüveg. Felteszed a napszemüveget, Darcy, és mindenki elkezd izzadni innentől Omahaig. Nekem ilyen az alma. Na jó, hagyjuk a bohózkodást. Te, nagyon tetszik nekem ez a kölyök. Igen, okos fiú. És jó az ízlése? Tetszik. Ó, igen. Nagyon az. Szép. Finom, igen. Tetszik neki. Nem haragszol, ha felpróbálom? Nem, ugyan. Segítsd fel rá, Junior. Add ide, Junior. Igen, jól mondják. Ügyesen intézed a dolgod. Ezt el kell ismernem, tiéd az első menet, de most jön a második menet. Ha? Na, hogy áll, figyelj? Jó, remekül fel. Jó, ha? A második. 78-10 esélyes jelöltem erre a munkára. Okos, kemény, hű emberek. Bármelyiket bátran választhatom. Most mondd el nekem te, maximum 10 szóban, mint egy táviratban, miért adná Steve Darcy a New York-i területet Gigerli Dave-nek? Rajta, mondjad. Ez jó kérdés. Igaz, Joy Boy? Csodálatos. Van válaszod? Nincs. Van kérdésed? Van. Kérdezd. Csak 10 szóban, mint a táviratban. Miért adná el Gigerli Dave a New York-i területet Steve Darcy-nak? Ez 11, nem de... Van. Te vagy a szája? Csak a lábtörlője. Akkor miért nem fekszel le és hallgatsz? Tudod, Darcy, azért, Joy Boy régi barátom. A többi barátom 2 méteres, és itt sehol se látok olyan nagy ajt. Nektek szeszcsempészeknek bealkonyult. Sok nagy hal, sok kis tóban. De nagy hirtelen az összes kis tavacska kiszáradt. Ekkor jön a király, én. Szindikátust alapítok. Országos szindikátust. Néhány ilyen kis tátogócápát visszalökök a vízbe, de az az én tengerem. És elborítja az egész országot. Mély víz lesz. Ó, mély. Milyen mély?
Lányok drog? Az bizony nekem már túlhely víz. Ugyan már. Az gruntfoci. Én elnöki lakosztályokból irányítok. Bírókat választok, jótékony célra adományozok, operákat pénzelek. Benne leszünk minden nagy, nyereséges üzletben, amit az emberi gyengeség csak kínál. Mennyi az én részem? A te részed? Uh-huh. A New York-i terület. Szabad kezet kapsz, ha rendesen csinálod. Csak is ő csinálhatja. Van itt még egy apró részlet. Mi 50 000 dollár biztosítékot kérünk a bérlőktől. Kis címletek. Jó indulatuk jeleként. Ki vezet? Herman. Herman? Igen, főnök? Vidd Mr. Darcy-t oda, ahová akarja, amíg a városban van a vendégem, és tegyél ki egy közeli jó helyet. Rendben. Egy pillanat. Úgy értsem, hogy nem érdekel? Nem, most még nem. Mert tudod, ez az a hal, amelyik nem ugrik bárki tavába. Ha csak nem kap 100 000 dollárt készpénzben, a te jó indulatod jelekén. Hogy a szindikátus fizessen neked? Szerencsés vagyok, ezt ne feledd. Na jó, menjünk, fiúk. Néhány tavat sürgősen fel kell töltenünk. Ó, ha itt akarsz nyereséges üzletet csinálni, csak szólj. Ez az én városom, Darcy. Egy pillanat. Tetszik, ahogy csinálod, de a szabályokat én mondom meg, fiú. Ha elutasítják a király ajánlatát, oda a tekintélye. De jól áll rajta a kabát. Viselje. Vagy az én csapatomban játszik, vagy az életben nem lép többé pályára. Én már rég elővettem volna a forrasztót. Van levél? Csak holnap. Corpus Domine nostro Jesu Christi custodiat animam tuam in vitam aeternam. Amen. Corpus Domine nostro Jesu Christi custodiat animam tuam in vitam aeternam. Amen. Forrasztópisztolyt fog az emberre. Mit csinál vele? Megforrasztja? Király, nem tetszik a fickó. Jó hesz lenne ízekre szedni, mi? Igen, halálra röhögnénk magunkat. Feküdni az én drágám fényképére. Mintha csak ott lehetne jól aludni, sehol máshol. Én, drága Louison, zenéjét. A fogadás
amit adtam Lord... Lord Ferncliff. Egészség, Lord Ferncliff. Mint majd látod, emeltem az apanásodat idén. A szívem szakad, hogy nem látogathattalak meg évek óta. De Michel doktor szerint egy óceáni utazásba belehalnék. Gyáva kutya! A mostoha apád úgy gondolja, hogy meglátogat az idén. Nem is tudtad, hogy van mostoha apád, igaz? Én se tudtam. Az ifjú, akiről írtál, isteni parti. És csak azt remélem, ugyanúgy szeret téged, mint te őt. És ahogy én szeretlek téged, drága kis lányom. Itt a hajó. Hol az egyenruhád? Te vén dzsines flaska. Ennek is te vagy azok, ha kidobtak. Örbi, nem dobhatnak ki. Nem. Rajta csíptek, amikor eltettem a leveledet. Hogy hol a levél? Hol van? Mit mondok szegény édesanyámnak? Hol van a levelem? Honnan tudjam én? Tőlem elvették. Eni! Eni, nem mehetsz be oda! Eni! Hey, Jeffrey! Jó, látom, megyek már. Rossz helyen jár. Itt tilos a kordulás. Engedjenek el! Bocsánat, uram. Ó, szentséges anyám. Van itt egy küldeményem, egy levél. Barcelonából küldték. Egy levél? A mai postával érkezett. Maga nálunk lakik, jó asszony. Nem innen. De van itt egy levelem, kérem. Hogy hívják, kérem? Mrs. E. Worthington Manville. Mrs. E. Worthington Manville? Itt várjon. Mrs. E. Worthington Manville. Üdvözlöm, Mrs. Manville. Miben állhatok a szolgálatára? Van itt egy levél a nevemre, azért jöttem. Egy levél? A Hotel Marbury-be címezve? Igen, már elmondtam annak a férfinak. Biztos benne, hogy nem téved, kedves asszony? Nem, hát nem tévedek. Évek óta ide jönnek a leveleim. De hölgyem, maga nem a Marbury vendége, ugye? Persze, hogy nem vagyok. Magának nincs szeme, kérem, hogy nem látja. Melőzze, kérem, a kiabálást. Miért nem adják ide a levelemet? Miért kell tőlem mindenféle ostobaságokat kérdezni ők? Sajnálom, asszonyom. Kénytelen vagyok arra kérni, hogy távozz. Nem. Csak ha végre megkapom a levelem.
Hívjam a rendőrséget? Csak hívja őket. Nem vagyok bűnöző. Nem követtem el semmit. Kérem, uram, én nem akarok botrányt csinálni. Csak a levelemet akarom. A lányom írta, a lányom. Kérem, ő most Spanyolországban él. Azt hiszi, hogy vagyok valaki. Kérem. Lloyd? Tessék, Mr. Coe. Lloyd, emlékszik egy levélre Mrs. Manville nevére? Mrs. E. Worthington Manville. E. Worthington? Ah, igen, ma reggel érkezett. Látja, én megmondtam. Adja oda neki. Ó, az ég ágya. Maga még mire várott? Hozza azt a levelet. Én visszaküldtem. Visszaküldte? Igen, visszaküldtem, hogy a címzet ismeretlen. Ó, nem, nem, maga nem küldheti vissza, mert akkor rájön, hogy nem itt lakom, nem érti. Kérem, a mai posta már elment? Igen, a fiú egy perce szedte össze, de akkor... Ott megy éppen, ott megy. Fiú, állj! Ezt nem tehetjük meg, utána. Utasd azokat a leveleket. Gyorsan! Ez kérem, inszinuáció! Mit képzel magát? Ez az enyém! Hagyja! Ez az én levelem! Kérem! Köszönöm, uram! Távozzon innen, kérem! Távozzon! Tessék, fogja! Éghágya, uram! Hol a levele? Semmi bajom. Semmi bajom. Hagyjanak már. Ez a bot is az öné. Jó utat, hölgyem. Tessék, nem megmondtam. Vége a szesztilalomnak, és már is tele az utca részegekkel. Figyelj, Flyaway, akkor most te vagy a legjobb ügynök, vagy csak a szád olyan nagy? Na most melyik? Ne etess engem, 4 testőr kell hetente, nekik 100-as, nekem 100-as. Flintával? Hoho, 200-at kapok. Miért te? Náluk lesz a flinta? Flinta? Nálam meg az engedély. Jó, rendben, ne legyenek idevalósiak, öltözzenek rendesen, és csak önvédelemből lőhetnek. Oho, neked 4 Superman kell. Ha még emlékszel rá, jössz nekem egy kis szívességgel. De nem 4 filmcsillaggal. Nem segítettelek ki? Amikor bajban voltál, nem én csempésztelek ki a kis Svájcban? Mit akarsz a feleségem? Melyiket? Kit akarsz megvédeni? Neki nem szabad erről tudnia. A főnököt. Gigerlit? Azt még 1 millióért se vállalom. Hé, mi bajod van neked Gigellivel? Gázos! Gigelli nagy bajban van. Nézd, itt se voltam. Mi? Gázos? Állj már meg! Hová iszkolsz? 2 perc múlva erről beszél a város. Megsértette a királyt. Milyen királyt? Ki emlékszik a nevére? Én nem emlékszem. Queenie? Nyitva volt. Hol van New York királya? Te hol jártál? Gigelli mindenütt keresett, olvasta a Vincent. Visszahoztam néhány dolgot, amire már nem lesz szükségem. 2 király New Yorkban? Az egyiknek testőr kell? Ez nem az én üzletem. Flyaway, itt maradsz. Maradj itt, beszélnem kell veled. Hé, Flyaway, 10 lepedő óvadék. Halló, Junior, te meg mit akarsz? 2 úriembert küldött hozzánk vidéki barátunk, Mr. Nagy Agyú. Nagy Agyú? Milyen Nagy Agyú? A chicagói Nagy Agyú.
Azonnal tárgyalni akar a főnökkel az üzletről. Uram, atyám, az üzlet a főnök meg nincs sehol. Mária Junior, húzzat az időt, ha húzzat, gondolkodom, valamit kitalálok, valamit. De gyorsan, mert a barátunknak nagyon kavarog a gyomra. Mit csinál? Tengeri beteg. Na, üljetek autóba és gyertek ide. Egy pillanat, a főnöknek kell egy alma. Jó, állj meg a Schubert úton, keresd meg az almás félány, de egyik kocsmába se ragadjod, megértetted? Ó, szóval itt vagy. Gigelli, várj, Gigelli, most telefonál, Taxi meg akar egyezni vele. Ez igaz? Igaz, amit a Vincsában olvastam? Hajam, igaz? Az, hogyha azt olvastad. Te galádboszontány, el akarsz hagyni engem? Elhagynál, ott hagynál ezért a kávéhazi majomért? Esküvő szombaton meg vagy hívva. Te kétszínű, te nem is szégyeled magad? Engem nem lehet csak úgy elhagyni, nem hagyhatsz el. Te egy senki voltál, én csináltam belőled valakit, nem igaz? És miért? Igen, miért? Hogy egy gengszter szeretője legyek, azt már nem, uram. Engem nem lehet elhagyni. Hallod, amit mondok? Engem nem fogsz elhagyni. Nem fogsz csak úgy elsétálni. Nem sétálok, rohanok. Te! Na figyelj ide, Queenie. Ne csináld, Queenie, hagyd abba. Szoknyám. Elég. Állj le, Queenie. Most mit csinálnak? Szortíroznak. Mi van, te meg itt vagy? A testőrök, azt mondtad. Milyen testőrök? Így? Nem látod, hogy más dolgom van? Na, tűnés innen, kisebb gondom is nagyobb van. Csillagocs! Nem fogsz csak úgy itt hagyni! Hallod? Fly away! Ez is a tied! Sokkal tartozol nekem, Fini! Na, ezen az ajtón nem mész ki, tartozol nekem, Fini! És nem maradsz adósom, megértetted? Innen nem mész ki, dics fénnyel a fejed körül! Ó, egy cápa gyomrában is nagyobb rend van, mint itt. Hey, Dave? Te Dave, nem akarok zavarni, már elnézést, hogy megzavarlak, de a... Dave... Hogy te mennyire nem tudsz időzíteni? Én nem akarok zavarni, de jó lenne, ha most ezt abba hagynál, mert az előbb beszéltem Juniorral. Mi? Darcyról? Igen. Mit üzent? Hozz egy nadrágot, szépen kérlek. Nem a cserépelenket. Nadrágot mondtam, és te... Te meg szedd rendbe magad, jó? Ahogy az illik, szaladj. Na mondjad? Ő előtte. Most megy hozzához a szószátyárhoz. Az se érdekel, a J. Edgar Hooverhez megy hozzá. Azt mond inkább, hogy mit üzent. De én ezt magam is kötve hiszem el, de Darcy találkozni akar veled azonnal. Úgy, hogy te most... Fuss a gazdihoz. Én mondtam, bejön a csőbe. Még nem jött a csőbe. De Dél, itt milliókról van szó. Jó lesz nekünk néhány morzsa, nem kell az egész torta. Jaj, ne aggódj mindig, Joy Boy. De miért fizette neked? Mások megmondom is vannak miért? Itt. Mert én Gigerli Dél vagyok azért, és nem egy a sok közül. Na, hozz ide. Jaj, el van intézve. Szóltam Juniornak. Már hozza is. Nem látsz a szemettől? Igen? Mi? Mondd, hogy úton vagyunk. Már megint megváratott Darcyt. Na, és akkor várni fog. Várjon csak. Hogy várjon? Csak az egy király, és ha ideges ez, a fejünket kitűzik a várné egy sarkára. Már megint regényt olvasol. Hol a pokolban van Emi? Emi? Nagy menők! Királyok! Egy koldus kukacos almáitól függ minden, mert ez a babonás gyerek... Te még itt vagy? De biztos vagyok benne, hogy börtönben végzed, vagy bebetonozott lábbal, mint a papa. Ezért megyek hozzá Howard Porterhez. Ne várakoztasd! A főlegényt! Megyek is vissza hozzá! Visszamézze oda! Ó, bár csak tudnék sírni! Fini! Gigerli, sehol se találom almás Ennit. Felszívódott, higgyétek el! Biztos kipurcant. Ezt hogy érted, hogy nem találod sehol? Te idióta, csak meg kellett volna kérdezned egy koldust a Broadway környékén. Egyetlen egy koldus sincsen a Broadway-n. Mi? Az meg hogy lehetséges? Úgy, egy koldus sincs kint, úgy lehetséges. Ijesztő. Mesztelen volt a Broadway, szinte szégyeltem nézni. Elhogy, Gigerli. Nem is tudtam, hogy az idén korábban van a farsang. Nincs koldus a Broadway, mi? Amikor egyet se láttam ott, majd meghaltam. Még megtörténhet. Ez csak egy szófordulat. Látta valamelyikötök Ennit? Nem, egyszerre csak egyezzél, te! Aggódunk Enniért. Miért aggódtok? Benne van a pászban. Jim pászban, azt el tudom képzelni. Melletted látta a folyóparton bolyongani, és egyre csak a vizet bámulta. Igen, mint egy holdkoros, és magában beszélt.
És hult a könnye legalábbis, amikor én láttam. És akkor mi van? Biztos kevés maradt a flaskában. Nem az a nagy baj. Levélpapírt és borítékot lopott a Marbury-ből. Évek óta. Arra ír levelet a lányának. Lányának? Van egy lánya? Ő is asszony vagy, nem? Na mi ez az egész a lányáról? Eni lánya Spanyolországban él. Egy zárdában, kisbabakora óta ott nevelkedik. Most pedig átjön látogatóba egy herceg társaságában. És hozzámegy a herceghez, hogy mihez. Áj, mi ez valami vicc? Eni minden hónapban küld neki pénzt évek óta. Igen, azért hagyjuk, hogy megvámoljon, mert mi mindenről tudunk. Keresztapák vagyunk, mindannyiunk keresztlányok. Szerintünk maga is keresztapa, az első keresztapa. Ki én? A nagy borravalókért, amit az almákért az Eninek. Az úr áldja meg érte. Ezért van szerencsét minden alma. Hé, hey Dave, elég ebből a szappanoperából. Üzleti megbeszélésre kell menni. Maradj csendben, menj, tarts szóval, hogy megyek. Én tartsam szóval. Én is megyek, mi est megkaptam az almámat. Na indulj, mozgás. Jó, megyek már, megyek. Hol van Eni? A kunyójában, oda vezettem. Indulás, Queenie. Lehet, hogy nagyon beteg. Én nem. Rendezvú van Howard Porterrel. A francba Howard Porterrel. Velem jössz. Eninek szüksége lehet rá, de hogy az anyádnak is szüksége volt valakinek. Nem kényszeríthetsz. Hát, indulunk. Indulj, azt mondtam. Nincs koldus a Broadway-n. Jó lenne, ha másra is tudnál gondolni, nem csak arra a szülkére. Napközben sohasem gondolok rá, főnök. Na, Gigerli Dave, az én barátom, és a babája. Ez megint berúgott. A frászt hoztad rám. Hol van az üveg, Eni? Örülök, na mindegy. Hogy eljöttek. Kabátot az inasnak. Pompás alakosztálya Lady Chatterley. Jó, ez csak egy szerint kis vityiló. Csak a vadászati szezonra. Mindenki lejön a vadász szezonra, nem gondolja? Ó, a bolha vadászatra. Na, ott van mi. Eni, mi a fenét akarsz ezzel elérni? Ki akarod készíteni magadat? Emlékszel, mit mondott Michel Doki erről? Már kevés is méreg. De Dave, nézd! Mit? Mégsem pletyka. Van egy lánya. Ő az. Hát már csak ez kellett. Neked tényleg van gyereked? Ne jázz a szendeszüzet, válaszolja, te gyereked! Ne. Na, a gazfickók ilyen könnyen átvertek. Na. Ó, kislány! Jól van. Gyere, Eni, állj fel. Dave tud mindenről. Kislány! Ő is keresztapa. Igen, meg ne halljam, hogy még egyszer a folyóparton kószálsz, megértetted, Eni? Én egy ilyen helyen születtem, és nem akarok visszakerülni, ezért van szükségem rád. Na, mi ez, ez a handabanda a kislányról? Meglátogat egy herceggel. Feleségül megy a fiához. Egy királyfi. Meg akarnak ismerni engem. Engem. Szép lesz, amikor meglátják Almás Enit. Jót kacagnak majd, nem? Meglátnak engem. Egy vén részek koldust. Ugye, Kvini? Meglátják ezt. Hé, ne csináld ezt, te! Hagyd ezt abba, vénpiás! Ne siránkozz, állj fel, hallod? Dave, hogy beszélsz? Mi az, hogy beszélek? Lehet, hogy vénpiás, de vannak álmai. Á, bízdik a Jim-től. Hol van az alma? Na, hol van az alma? Megmondaná valaki, hogy hol az de alma? Itt vannak az almáid. Vén bolond. Magának köszönheti az egészet. Na, indulás, menjünk már. Ó, Dave, már te is olyan vagy, mint Darcy. Nem hagyhatjuk így egy szegényt. Mi közön nekem hozzá? Fektessem le, és énekeljek neki altatódat? És mi lesz a lányával? Mi lesz vele? Mit csinálja mire fele? Mire idejön szegény lány? Az anyja már a Dili házban lesz. Hogy lesz? Reggelre kihozanodik. Majd ide küldöm Michel doktort. Na menjünk, gyere már. Most mit kellene csinálnom, Queenie? Nem tudom, hogy mit csináljak. Szegénykém. Téged is egy ilyen Dave-féle szédített meg. Gyere már, Queenie, így is késésben vagyok. Én bajban vagyok, Eni, de te... rajtad csak a csoda segíthet. Mit csináljak most, Queenie? Mit akart tenni, Kikerli? Miről beszélsz? Hát Eniről. Miért? Szerintetek kell valamit tennem? El kellene vinnie a Marbury-be. Almás Enit a Marbury-be? Megérültetek, nyere meg. Csak egyetlen hétre. Egy napra se. Várjon már, Gigerli, mi már összegyűjtöttük rá a pénzt, nézze! Tessék, $65 gyűjtöttünk össze.
Szép. $65 csak borra való a Marbury-ben. Mit képzeltek? Dave, hogy is hívják azt a Playboy barátot? Rodney Kent? Igen, van egy lakosztálya a Marbury-ben. Ne szólj bele, és tese Junior, na indulás! Enni a Marbury-ben. Azt mondtam, indíts! El fogja hagyni a szerencséje. Ó, Alma, hoz szerencsét ma. Rajta kis emberek ott bent, munkára fel. Tegyetek csodát. Ha hazaértél, szólj Michel Dokinak, hogy jöjjön ide és nézze meg Annie-t. Nem lesz semmi baja, megint berúgott annyi. Hm? Miért nem ez történt? Te is láttad már berúgva. Ki a francot érdekel? Meg valamit akartam. New York az enyém, ez a szép nagy város, és minden jó, ami benne található, csak az enyém már. Az enyém, és ezüstálcán kínálják fel nekem. Darcy úgy táncol, ahogy én fütyülök. Aminek nekem egy vérrészeges almaárus. Azt mondják, a szerencse buta babona. Nincs itt semmi babona. Tudni akarod, hogy mi ez, Queenie? Ez művészet. Művész, az vagyok. És ha nem lesz enni, nem lesznek almák. Na bum, annyi. Almás enni a Marbury Hotelben? Mi a fenét kellene csinálnom a 700-át? Fogjam. Mondjál már valamit, ha? Mondanál valamit? Jól van, Mr. Nagymenő. Most már mehetsz Darcyhoz. És nincs több gin. Hé, főnök, ezek még a dámát is lóval játsszák. Tedd vissza. Az biztos, hogy elment az eszem, amikor ebbe belementem. Csak a Marbury Hotel jó? Miért nem a Fehérházból lopattál levélpapírt? Miért nem azt mondtad, Eleanor Roosevelt vagy? Kit jelenthetek be, uram? Ez itt Rodney Kent iglúja? Ó, ez Mr. Kent lakosztálya, igen. Na, akkor jó. De sajnálatomra, Mr. Kent most Havannában van. Ne, ott? De maga honnan vette, hogy én tudom, hogy hol a csodában van? Nos, feltételeztem, hogy... Na, jöjjön ide. Mondok magának valamit, amitől nedves lesz a gatyája. Kérem? Nem érdekel, hogy hol van Rodney Kent. Csak az, hogy hol van Gigelli Dave. Kicsoda? De itt van, nem? Nos, igen. Akkor meg mit áll még itt? Belenőtt a szőnyegbe? Jelentsen be! Ó, igen. Már is. Várjon itt, ha megkérhetem. Egyébként nincs szőnyeg. Uram! Igen? Egy úrkeresi, elég primitív. Hú, de feltörtél hirtelen. Mi gyere a jó ide, fene történik gyere, itt? Gyere csak! Halljam, hol voltál? Hogy én hol voltam? Csak azért, mert egyedül kell csinálnom mindent. Én egy húsdarálóban, egy álló napon át bezárva a kis Svájcba. Hallgattam azt a tengeri beteg gorillát, mondtam alibit. Alibi? Miféle alibi? Minek kellett neked alibi? Neked kellett, mert nem jöttél oda. Na és nem mentem oda. Hogy szabadultál meg tőle? Hm? Fejest ugrottam előle egy kukába. Ügyes. Azt mondja, küldöncökkel nem tárgyal, viszont megsüti őket. Ez a hegesztő pisztoly. Legközelebb én is benne leszek az inben, azt blöfföl, mondta. Blöfföl, Joy Boy. Ez az a pszichológia, ne is tudj vele. Ez meg mit akar? Nos, bemutatom ő felségét. Íme Annie, Alma hercegnője. Mit csinál a lányod Spanyolországban? Ki az apja? Jaj, főnök, nem illik egy finom dámától ilyesmit kérdezni? Egy pillanat. Ez azt jelenti, hogy Rodney Kent miatt adta kölcsön a lakosztályát? És még nálam is nagyobb bolond. Az inast is vele adta. Tessék, itt az írás. Magam vállaltam, uram. Hamupipőke a kedvencem. Önnek is, uram? Húzzon el már!
De Junior, hol lehet? Né, várj. Nem tudom. Tessék, mi van? Beszéljünk komolyan. Felejtsd el ezt a cirkuszt, és találkozz Darcyval. Egyszer van ilyen lehetőség. Mi ebből élünk, és mi ez az egész? Mi ez itt? Nem tudom, hogy mi ez itt, de nem akarom, hogy te mondd, hogy mi ez. Mi vagy te, kis cserkész? Mi vagy te, irgalmas szamaritánus? Nézd, Dave, milliók állnak már a sorban, és várják, hogy segíthessenek az Eni-féléken. Ne féljen, amíg engem lát. Figyelj, te Gigerli Dave vagy, nem a kis kék fiú. Miket hordasz itt össze? Gyere csak. Nem hozott mindig szerencsét, ha? Joyboy nem hozott? De. Tegyük fel, hogy cserben hagyom, ha bajba jut. Akkor meddig tart a szerencsém? Segíteni akarsz, hát akkor segíts. De hogy varázsolsz ebből a krokodilból úridámát? Egy okosabb házőrző kutyát sem tévesz meg. Hát, valahogy csak kikupáljuk. Hogy? Nézd már rá, egy guberáló visszadobná a kukába. Megérkeztünk. A csodacsinálók. A szobalány a manikűrös, a fodrásza pedig kűrös, a masszőr és a varázslók varázslója. Pierre a Saxon Plázából. Az isteni Pierre. Meghajlást kérek. Madam. Na jó, tessék, itt a kihívás. Rajta Emi, állj fel, most újjászületsz, gyere. Teljes renoválás a feladat, gyerekek, tetőtől talpig. Egy új májról se feledkezz meg. Jól van, Emi, menjünk. Utánam, varázslók, lássunk hozzá. Munkám szaporán. Anyám mindig azt mondta, kutyából sohasem lesz szalonna. Monsieur, de az ön mamája nem volt Pierre? Hé, megálljunk csak, ő nem mehet be oda. Ó, semmi gond. Higgyetek el, fiúk, nem lesz baj. Tessék. Erre tessék, arra, ott van a gardrób, csak egyenesen arra. Hé, főnök, ez mind te fizeted? Vicces? Na, nézzük, mit nyerhetünk vissza a lovakon. Kik futnak ma a derbin? Mondom a befutókat. Igen. Tessék. Kösz. Mondhatod. Fiúk, gondban vagyok. Első 5-7-12. 5-7-12 az első, igen, jó. A legfontosabb, hogy mindig itt legyenek ezek az almák. Igen, uram. Mondja, mire ugrik? Pardon? Mi a neve? Hudgings, uram. Hudgings J-vel. J-vel. Jól van, Hudge. Ennyi elég lesz a varázslóknak. Ossza szét közöttük. De aztán csukva legyen a szájuk. És a fülük? Elmondta nekik, hogy mi történik, ha kinyitják? Igen, uram. Na, ne csinálja ezt. Uraim, bemutatom, Mrs. E. Worthington Melville-t. Rusnyos vábbogárból. Gigerli, ezt sose felejtem el. Soha. Az ég áldjon.
Hát, bárki mást becsaphatnál. Na. Hát, biztosan szükséged lesz egy kis költőpénzre, úgyhogy ezt tedd el. Úgy látom, minden rendben lesz most már. Sok sikert, Emi. Joyboy, Junior, indulás! Hogy léphetünk kapcsolatba Kisvájccal? Minden egész órában hívják a lakásodat, vagy hívták eddig. Akkor várjuk a hívást. Állj! Szabad tudnom, hová mentek? Megtettem azt, amit kívántál, vagy nem? Egy héttel elhalasztottam az esküvőmet, mert azt kérted, csináljak újénőt belőle. Nehogy azt hitt, hogy most a nyakamba varhatod az öreg lányt. Már megbocsássani. Figyelj te, lány, kenyeret kell keresnünk. Na, mozgás, tűnjünk már innen. Ha rám várhat a vőlegény, rá is várhat egy kicsit a szing-szing. Az Istenét, Queenie, mi a csodát akarsz még? Én? Nem akarok semmit se. De mi lesz a férje, neki ugyanis van? Férje? Igen. Olyan férfi, aki elvesz egy nőt, emlékszel? Kinek van férje? Eminek. A méltóságos E. Worthington Smurtington. Ő hol a csodában van? Gigerli. Louise, a lányom egy mostoha apára számít. Hát, fogj neki egyet. Magadtól semmit se tudsz csinálni. Ó, ez aztán a jó tanács. Mégis ki lehetne az? Talán Szinki a vak, vagy Smiley. Hát találj neki te. Ó, neked van rá szükséged, nagymenő, nem nekem. Én kávéházban járok, nekem nem kell alma. Gigerli jövője függettől az üzlettől. Volnál szíves leszállni róla? Gigerli jövője Enitől függ, tökfej. És ezt jól jegyez meg. Te bajkeverő! Te pedig egy önző disznó vagy. Jól van, nyugi, nyugalom. Találok neki egy férjet. Aha, ne ezt az őrültséget. Erre, Joyboy, mondd meg Darcynak, hogy Gigerli egy ideig nem ér rá, mert éppen férjet keres egy tintás vénasszonynak, akinek az almái szerencsét hoznak neki. Honnan akasztok most le egy férjet? Hát, hol találjak én most neki férjet, ha? A Macy áruházban? Azt nem árulnak, főnök. Na. Igen. Hogy én? Te. Oh, nála külön nem is lehetne. Szerintem is jó ízlésre van. Csak van egy kis probléma. A feleségemnek nincs humora. Nem örülne neki, ha még egy feleségem lenne. Most tudom, ez nagyon önzőnek hangzik, de ő ezt halálosan komolyan veszi. Ismerem az öreg lányt, így igaz. Az egy mérges pulyka. Gigerli. Igen? Eszembe jutott valaki. Igen? Ismerek egy igazi úriembert. Bennem megbízhatunk. Mi az, hogy mi hibátársak is vagyunk? Ismered Blake bírót? Henry G. Blake. Pompás ötlet. Mióta bízol te egy bíróban? Na, egy ilyen leánykéréshez az após jelölt legyen művelt és előkelő, úriember régi vágású és tolvaj. Blake bíró, a fickó, aki magára fogadott, hogy nyer, csak viccelt. Jól beugrasztotta magát. Providence-ben, ahonnan én jöttem, maga a gatyáját is elvesztené. Ez remek ér, amellett, hogy sose menjek kell Providence-be. Higgy el, roppantul tisztelem magát, de a hírnév győzelemre kötelez. És meg is van. Bábulatos, ezt Philly Hoppy sem csinálná jobban. Maguk agyafurtkerítők már megint remek ellenfelet találtak egy nagy mestert, hogy jól szórakozzanak rajta. Á, ugyan, bíró úr, bele fog jönni. Még egy játszma? Egy békés délután reményében tértem be. Az én koromban már megerőltető a sport. Nagyon megerőltető. Ó, nem már. Hát csak 5 centes alapon játszunk. Mi lenne, ha megdupláznánk a téted, bíró? 10 centre gondol? De is az már egy kész vagyon. Megijed, bíró? Még hogy én? Én akár 50 centért is játszom. 50? Á, jól van, akkor legyen 50 a tét. De nem szolga? Új játék.
Mondta, nézd! Látod? Bíró úr! Fontos, nagyon fontos. Ha megbocsát, uram, mi kész lesz, váltanék néhány szót a kollégámmal. Üdvözlet, nagyra becsült kolléga. Mi szél hozta a bűnbarlangjába? Gigerli, látni szeretnék. Oh. A főnöke sajnos rosszul időzített, drága juniorom. Az én kis sült galambom most kelt szárnyra. Egy órán belül Providence kifizeti az egy havi szobabérem. Jöjjön, bíró úr, kezdhetjük. Engedem, mivel turbékol a galambom. Remeg a keze, bírókám. Fiam, az igazság pallosa mindjárt lesújt. A maga nyakára. Na, az a hálószoba, ez itt balra a biliárd szoba, és ez pedig itt a nappali. Első osztályon, nem bíró úr? Pompás, pazar, szépséges, mint a Taj Mahal, fenkölt, mint a Melrose apátság. Hívképét látni szép Melrose-nak. Választ fényét a sápat holdnak, a nappalok a célsugara, ragyog, de képzete csalfa. Igyunk, Scottra. Vegfelel. Bíró úr, mondja, képes volna, ha nagyon muszáj eltölteni itt egy hetet? Valódiénos? Az alakosztályhoz jár. Na, ha megegyezünk, kap tőlem egy váltás új ruhát és egy ropogós százast. És mit vár cserébe ezért a gazdagságért? Bizalmasan mondom, nem kenyerem az erőszak. Ne, ilyesmi eszembe se jutott. Csak annyit kell tennie, hogy férj lesz. Férj legyek? Az. Lehetetlenség. Kétszeres özvegy vagyok már. Hála a fürge lábaimnak és az árkózottságomnak. Nem kell elvennie a hölgyet, csak egy hétig el kell játszania a férjét. Queenie, gyere egy pillanatra. Bíró úr, hallott már Queenie Martinról, ugye? El vagyok ragadtatva. Queenie? Ő a mi bírónk. Megmondtam, hogy jó férjet találok. Madam, ez roppant megtisztelő, ritka lehetőség és vérpesdítő élmény. Nos, bíró úr, igen, rendes ruhába öltözve nagyszerű férj lesz. Köszönöm, madam, igyekezni fogok, de az én koromban a libidó már elég ingadozó. Amiatt ne aggódjon, kérem. Mit mondott? Szolgája leszek, madam. És igyekvő társ? Na hát, bíró úr, ez a nap legszebb ajánlata. Nem csoda, hogy így dűrlök. Figyeljen be, Gerjed Kaszanova, nem őt. Almás Enit veszi feleségül. Almás Enit? Almás Enit. Nos, a viccnek is szánta. Ez roppant sértő. Junior! Almás Eni? Ez képtelenség. Az egy börtöntöltelék. Egy vénszacsor bűzös lehelettel. Uram, súlyos kleptomániám ellenére én úriember vagyok. Jó napot, uram. Jó napot, Eni. Eni? Bizony, Eni. Almás Eni. Eni, a bíró úr épp arról beszélt, milyen öröm számára, hogy a férjed lehet. Köszönöm, bíró úr. Roppant hálás vagyok. A hála biztosíthatom. Elragadó hölgyem. Kizárólag az enyém. Na, jól van, minden elintézve, Enni. Most már férjed is van, úgyhogy irány a hajó. Igen. Isten áldjon, Gigerli. Na jó, rajta Joyba indulás. Biztos, hogy nem akarsz még előbb néhány családi fényképet készíteni? Uram! Mi az? Bocsánat. Minden a legnagyobb rendben lesz, uram. Dacára a szívpanaszaimnak. Minek? Megbízhat bennem, uram. Kommandósként kezdtem a búrháborúban. Csak egy tucat testőrre lenne szükségem, de csak a legjobbakra, hogy négyszöget alkossak, hogy visszatartsuk őket. Kiket kell visszatartani? A riportereket. Zaklatják az érkező hírességeket, és biztos megtudják, hogy a herceg miért jött Amerikába. A fenébe, a riporterekre nem gondoltam.
Neked miért nem jutott eszedbe? Hogy nekem? Igen, neked. Rajta, Junior, szólni kell a fiúknak. Mikor érkezik a hajó? Remélem, elsüllyed. Húzzon már el. Meglátta már a gyereket? Még nem, még nem. Még mindig keresi. Még mindig keresi. Hogy nézek ki? Gyönyörű vagy, mint egy baba. Még mindig nem hittem el. Néhány perc múlva átölelem a kislányom. Még mindig nem látod? Nem, még nem. Maradj mellettem, olyan gyenge vagyok. Ez legalább nem késett. Mi van a riporterekkel? Ne aggódj, gondoskodtam róluk. Gigerli, a hiányzó láncszemekből font hálót körénk. Oda néz, ott van Gigerli Dave. Igen, és az egész banda. Nézzünk körül. Már 10 éve el akarom kapni ezt a gazfickót. Felismert engem! Lloyd! Az édesanyám! Mama! 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 Kislányom! Istenem! Kislányom! Lloyd! Nem tudom elhinni, olyan sok év telt el. Na hát, felnőtt nő vagy már, és olyan gyönyörű. Ó, mami, hiszen te is az vagy. Tudtam, hogy felismerlek. Most mit csinálnak? Összeülelkeznek. Ennyi boldog? Sír, sírva fakadt. Bemutatom Alfonso Romero herceget és a fiát, Carlos Romero-t, a mamám. Örvendek. Madam. Örvendek. Ó, drágám, ő a mostoha apád, Menville bíró. A mama olyan sokat írt őről, papa. Bemutatom önnek Romero herceget és a fiát, Carlos. Örvend. Isten hozta az Egyesült Államokban, kedves hercegem. Nem kis izgalma közepette vártuk a látogatásukat. Nagyszerű pillanat ez mindannyiunknak. Ó, jaj, de figyelmetlen vagyok. Louis, de ő a te... Nénéd, Betty nénéd. Betty nénéd. Há, és ő itt David bácsika. Ó, nem is tudtam, hogy van nénikém is bácsika. Ó, pedig van, David az édesapád öccse. Jaj, de örülök. A mama egyetlen szót sem írt rólad. Ó, biztos azért, mert ő volt a család fekete báránya. Ó, bemutatom Romero herceget és Carlos Romero-t. Ők az én Betty nénikém és David bácsikám. Üdvözlöm. Nagyon örülök, elnézést, de most el kell mennem egy percre.
Elnézést, a hajó riportere vagyok. Na mi van? Mit akarsz, öcsi? Hm? Maga hozzám beszél? Nem, a Sankály nénikét. Ó, igen, nézze kérem, én vagyok a hajó riportere. Jajanyám, ez komoly. Meg kell néznem az utaslistát. Sajnálom, haver, nincsenek utasok a hajón. És azok az emberek kik? Azok ők spanyol tengerészek. Tudja, a spanyol tengerészek így öltöznek. Hé, mi ez, valami rossz tréfa? Ez halál komoly, fiú. Át kell menned a négyes múlóhoz. Bizony, nem hallottad? A Jersey komp jéghegynek itt között. Az, utána pedig megtorpedoztál. Ja, a mieink? Ilyen katasztrófa még igen, nem volt. De én most nem mehetek a négyes múlóhoz. Pedig itt semmi dolgod. Vigye az urat a négyes múlóhoz, Bronxban. A négyes nem Bronxban van. De Bronxban van. Ó. Oh. Indulás. Ez hanyadik volt? Ötödik, de kezd elfogyni az autó. Várjon itt, megkeresem Romero herceget. Maga jöjjön vele. Hagy magamra. Nos, nagyon jó fényképeket akarok a hercegről, mert azt szeretném... Segíthetek, uram? Nem hinném, uram. Én a spanyol konzul vagyok, és azért jöttem, hogy... Tudja, hogy épp önt kereste? Engem? Igen. Bevándorlás. Romero herceg a hajó marad, mert valami ritka spanyol betegség. Ritka betegség? Igen, attól tartunk. De hát milyen ritka betegsége lehet? A hadnagy úr! Igen. Igen, őrmester? Hadnagy úr! Rosszabb, mint vártok, uram. Azt mondják, kényszerzubbonyban kell elszállítani a herceget. Kényszerzubbonyban? Na hát ez nevetséges, de a konzul úr bizonyára tisztázza. De hát... Vezesse kérem a herceg kabinjába. Parancs, uram, konzul úr lehetesség. Hozzá. Na hát ez példátlan. Magának, a külügyminiszternek fogom jelenteni. Ilyet még nem is hallottam. Tegye, uram, tegye. Úgy látom, Gigerli valami új trükkre készül. Annál okosabb, hogy itt bármit is csináljon. Gyere, menjünk. Hová sietsz? Beszélgessünk el vele egy kicsit. Rendben. Utat! 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 Gigerli, két zsarú le akarja tartóztatni magát. A fenébe. Junior, verekedés indul. Üsd meg Weaselt. Hogyne, főnök? Ahogy üsse meg, ő a bátyám. Ne vitatkozz, üsd meg Weaselt. Hé, hey, Weasel! Mi van, Julia? Anya, hogy van? Jól van, semmi baja. Jó. Megmondtam, hogy ne üss meg többször. Hé! Hey. Oh. 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 Csinálj! Bunyó! Tehát... Verekedés a csőcselé. Jó, akkor az lesz a legjobb, ha indulunk. Szép jó napot! Fiúk, ez a New York egy fantasztikus város. Főnök, Queenie küldi ezeket a szendvicseket. Milyen az élet az urakkal? Már annyira jó, hogy kezdek félni. Először reggeli aranykészlettel. Aztán Queenie autóba ültet minket, és mindent megnézünk a városban. Tudtátok, hogy New York szigeten van? Miért kérsz, főnök? Marha húsos van benne? Van. Azt hittem, megbudjantam. Te, Joy Boy, voltunk az állatkertben, és mit gondolsz, mit láttam? Egy marhát? Tessék a joghurtot. És ki van Grant sírjába eltemetve? Áj, békén hagynál a sírokkal. Figyelj, biztos, hogy a herceg senkivel se beszélt? Romero herceg. Ő. Semmi esélye szóhoz jutni, főnök. Amikor a bíró rákezd egy indián történetre, Queenie is rázendít egy új dalra. Állj le, Junior, kérlek, hagyd abba! Ó, még nem hallottál mindent. Látnod kellene, ahogy Annie a lányára néz, mint egy banánfagylaltra. Te, főnök, össze kell adni a gyerekeket, mert ha nem, ezek meglógnak. Tessék, én megmondtam. A nagy jótékonyság rendesen ráment. Ide. Tudod, mire célzok? Tudod, főnök? Nekem is ráment. Csak ide. Én nem mondom meg, hogy hová ment nekem. De azt elmondom. Te játszol a dárdáiddal. Te boldog vagy a banánaiddal. De én félek. Itt ülünk három napja a telefonnál, és Darcy nem talált 5 centet, hogy felhívjon. Tudjátok, ez mit jelent? Már hallom a golyókat. Darcy ki fog nyírni minket, vagy mi magunkat. Rendben, nem vitatkozom. Nem lesznek golyók, jól van. Nem lesznek puskák, jól van. Nem lesznek gorillák, jól van. Ne csukjuk be az ajtót, jól van. Figyú, ez őrület.
10 éve vagyok már veletek, bármire hajlandó vagyok, de erre nem. Nem ülök itt tovább, nem, nincs tovább, nem hallgatom tovább. A mézes mázos történeteket a koldusasszőről és a lányáról. Elég, végeztem, ennyi, megyek, kész. Ez Darcy. Bárcsak én is így tudnék aggódni, de nem tudom, hogy kell. Mondjad, a rohadt életbe. Enénosa, az a hülye a búrháborúból. Na és? Igen. És amikor telefonáltam, azt a... Bocsánat, hogy zavarom, de a herceg megkért, hogy telefonáljak a spanyol konzulnak. A spanyol konzulnak? Mi beszélni valója van vele? Nem tudom, uram, de hallottam, amikor azt mondta, hogy unja a városnézést, és társasági életre vágyik. Hé, hey, Joyboy, hogy megy a spanyol? Úgy, mint a francia, nem beszélem. Hmm. Te, Junior, tanultál valamit a spanyol Lénától? A spanyol Léna magyar lány volt. Itt senki nem tud semmit. Hol van Tini? Na jó, szóljon a hercegnek, majd én beszélek vele. Nyitva van. Darcy küldött titeket, gyerekek? Mr. Darcy sose küld gyerekeket. Mr. Darcy látni akar téged. Ó, itt vártuk a hívását. Tessék, érezzétek magatokat otthon. És te még aggódtál. Halló? Halló? Soy el conde de Romero. ¿Por qué no fue a recibirme? Ó, nagyon sajnál. Senki van otthon. Mind ott vannak messzire, igen, mind ott vannak a California. Igen, Dél-California. Igen, nem. Én lenni a panházi fiú. Ó, sajnál. Ó, nagyon-nagyon sajnál. Nem, én sajnál nagyon. Nem lenni itthon. Senki van otthon. Ó, nagyon sajnál. Nem, én sajnál nagyon. Nem vannak otthon. Senki van otthon. Nagyon jó volt, Mr. Morto. Most pedig lássuk, miből élünk. Rendben, csak egy perc türelmet kérek. Hol van a kis Svájc? Majd mi oda viszünk. Persze, de előtte el kell intéznem egy személyes ügyet. Megállok és megveszem az almámat. Nem állsz meg te sehol. Mr. Darcy már nagyon unja. Na, te állj csak fel és menj oda. Te almás gyerek, gyere ide. Fordulj meg! Fordulj meg! Na! Nyugi, fordulok. Te, vérzik a kezed. Arra, uraim, előre. Megkötözzük és bezárjuk őket a fürdőszobába. Ha megvette az almáját, majd visszajövünk, értetek? Mozgás. Gyerünk, nyomás. Finomabban te. Ó, egy pillanat, inkább a szekrénybe zárd őket, Joyboy. Ne mászkálják össze a csempét. Igen, uram. Señor Cortez vagyok, a spanyol konzul. A spanyol konzul? Igen. Itt találom Romero herceget? Nos, attól tartok, hogy most nincs itthon. Úgyhogy, ha itt hagyná a névkártyáját... Señor Cortez! Herceg úr! Romero herceg fogadja önt. Csak roppant nehézségek árán tudtam meg a címét, Romero herceg. Kezdek zavarba jönni. Az előbb telefonáltam magának. A japán inas azt állította, hogy maga elutazott. Japán inas? Sí. Hercegem, miért lenne nekem japán inasom? Hát ezen mi is csodálkoztunk. Hát ez különös. Megengedi? Parancsoljon. Van egy olyan érzésem, hogy valami nincs rendben ezzel a Mrs. Mainville-lel. Hogy érti? Mrs. Mainville-lel? Igen. Beszéltem több társasági lap szerkesztőjével, még csak nem is hallottak róla. Az ön helyében én roppant óvatos lennék. Apám, utasítsa vissza ezt az inszinuációt. De ön még a kikötőbe se jött elém. Higgy el, kérem, ott voltam. De úgy tájékoztattak, hogy problémái vannak az egyensúlyával. Nekem? Probléma? Igen. De... A bevándorlási hivatal tisztje azt mondta, nem szállhat partra, mert valami különleges betegséget kapott. A hajó kapitánya informált arról, hogy ön Mrs. Mainville vendége. Señor, nem volt és nincs problémám, makkegészséges vagyok. Maga megháborodott, Cortez. És amikor telefonáltam, azt tapasztaltam, hogy a munkatársai is. Japán inas a spanyol kérdésre pidzsin angollal válaszol. Karamba! Señor, kérem, az úr kéri a kabátját. Rendben van, Romero herceg, de mielőtt távoznék, tájékoztatom önt, kifaggattam az egyik londinet itt a szállodában. Arról tájékoztatott, hogy ennek a lakosztálynak a bérlője egy amerikai író, név szerint Rodney Kent. Hát,
Így intézik a diplomatáink az ügyeiket? Londinereket faggatnak? Jó napot, uram! Ezt hallva néhány szemöldök megmozdul majd Madridban. Ha. Rodney Kent! Nevetséges rágalom! Louise évek óta levelezik az édesanyjával, aki ebben a szállodában lakik. Szólhatok, uram? Hallgatjuk. Köszönöm. Rodney Kent tényleg itt él. Hol? Itt a könyvekben. Látják? Pulitzer díjas író. A bíró, Manville bíró, az ő írói álneve. Ah. Egy kicsit utánozva Mark Twaint. És O'Henry. O'Henry? O'Henry! Hiszen, hogy igen, bízom benne, hogy ez köztünk marad. Már hogyne, persze. Ó, köszönöm. A tea tálalva van a teraszon. Nos, mit csináljunk teházás után? Mi Romero herceg kedvenc időtöltése? Hát rendszeresen kerékpározik. A hatnapos körverseny. Remek, rendelek jegyeket. Ó, drága herceg, nagy meglepetést készítek. Eldöntöttük, hogy mit csinálunk a nap hátra levő részében. Hatnapos körverseny van a Madison Square Gardenben. Nem lesz itt mindenki napig. Csak köszönni ugrottam be. Hello, Carlos. És hogy vegyek egy csodálatos almát. Itt is van már. Igen, tudja, herceg, ez olyan családi tréfa, tudja, hogy van ez nekem. Ezek az almák hoznak szerencsét. Elragadó gondolat. Nekem a hagyma a mániám. Mi van még, Hutchins? Bíró úr, egy újságíró van itt, uram. Másodszor. Onnan volt olyan ismerős, hogy ez riporter. Na és mire kíváncsi az az átkozott firkász? Mrs. Manville életrajzát szeretném megkapni. Abszurdum. David öcsém, foglalkoznál ezzel az inkvizitorral? Természetesen, Henry bátyám. Vedd úgy, hogy el van intézve. Maga honnan jött, Brisbane-ből? Társasági rovatvezető vagyok. Mrs. E. Warmington Manville-ről írok. De nincs a társasági regiszterben. Nincs a társasági regiszterben? Nincs bizony. A telefonkönyvben sem találtam. Az M-nél nézte? Jaj, ne fárasszom már, a spanyol konzul felhívta a főszerkesztőt. Maga nem Gigerli Dave? A Gigerli miket beszél? De az, Queenie Martin klubjában láttam magát. Mondjak valamit? Tudja, haver, silány dolog ez a társasági rovat. Maga sokkal többre hivatott, és mi szívesen segítünk ebben. Ó, igen, van egy szenzációs hírük, de valami nyugalmasabb helyre kellene bizony mennünk. Nem gondolod, David bácsi? No. De hová? Erre. Úgy jöjjön szépen, úgy. Erre. Nincs több városnézés. Nincs több műemlék. Mrs. Manville, megismertem a lányát, és úgy szeretem, mint a lányomat. Ó, köszi. Köszönöm. Bátran kijelenthetem, nagy megtiszteltetés érne, ha a lánya elfogadná a fiam házassági ajánlatát. Gratulálok, Carlos! Ó, nagyszerű pillanat, történelmi pillanat, családjaink egyesülése, a Montaguk és Capulettek, drága hercegem, ezt aztán meg kell ünnepelnünk. Magasan erre akartam rá. Legnagyobb örömömre szolgálna, ha gyermekeink eljegyzését én jelenthetném be egy a család barátainak adott fogadáson. Fogadáson? Barátoknak? Sí, apám. No. Csak élvezd a kényelmet, firkász. Itt vagy a Margaritán. Örülök, hogy megismertem. Milyen beszéd ez, és a nyomdafesték? Firkász, lerendezve, Henry bátyám. Ó, David bácsi, gratulálj nekünk. Carlos és én jegyesek vagyunk. Hát szerencsés ember vagy, Carlos. Gratulálok. David öcsém, épp mondtam a hercegnek, hogy ez az örömhír megérdemel egy fogadást. Pompás, akkor majd találkozunk. Fogadás? Milyen fogadás? Amit a barátainknak adunk. Egy szerény ünnepség, csak semmi felhajtás. A mennyasszony családjának a barátai, maximum 100 ember, ugye ennyit mondott, uram? 100 barát. Itt. Ezt csak te tudod összehozni, David. Betty néninek is szólnunk kell. Betty nénid elsőként tudja meg. Henry bátyám, volnál szíves velem jönni? Állítsuk össze a listát.
Mrs. Manville, ne aggódjon az előkészületek miatt. Lefelé! Féleszű biliárdbajnok! Üljön le ide! Leülj! Azt hiszem, mondtam, hogy ne kapjon rá erre az életre. Kegyelem, gigelmi! A herceg erősködött! Na, na, keresd, akkor mi baj ott van? Tudod, milyen nagyszerű ötletet támad? Egy fogadás, mégpedig 100 vendéggel. Maga meg hová olyan sietve? Én, ez egy új Armageddon, uram. Az én szív problémámmal nem vállalhatok egy szomorú véget. Úgyhogy megyek Mr. Kent után Havannába. Törött lábakkal? A lábaim? Ó, azok nem. Ó, ez roppant szellemes, uram. Igen, köszönöm, uram, nincs mit, kérem. Álljon meg! Összetöri Annie szívét! Csak azt mondja meg nekem, miért nem hagyta abba, mielőtt idáig fajult? Ezt mondja meg nekem! Végre itt vagy. Na bum, rendezünk egy fogadást. Miért olyan nagy volt összecsődíteni egy rakás ingyenélőt? Előkelő ingyenélőt, Queenie! A herceg 100-at akar a felső 400-ból. Annie viszont csak csatorna tölteléket ismer. Jut eszembe, otthon a szekrényben is van két ilyen csatorna töltelék. Legyen meg a Darcy fiúk, megfeledkeztem róluk. Vízú megköltözött Annie lakásába, ide jöttem. Ó, valaki kérem, mondja meg, hogy kerültem ebbe a csávába. Eszem ágában sem volt belekeveredni. Te, Queenie, te rángattál bele ebbe az egészbe. Igen, te! Amíg a saját ügyeimmel foglalkozom, a magam ura vagyok. Minden rendben megy, úgyám. És soha nem kerülök ilyen pázba. De nekem jótékonykodni kell, mert én vagyok a nagy ember, aki mindenki segít. És nézzetek csak meg most, mi lett belőlem? Rám szakad egy öreg lány minden gondja, szóval ott van két gengszer, két elvetenül gyilkos a szekrénybe zárva, egy újságíró összekötözve itt, a lakosztályban. Három újságíró van a lakosztályban. Három? Miután elmentél, még jött kettő. Mi más tehettünk? Hogy képzelitek, ez emberrablás? Tudod, mit csinálnak belőlünk az újságok? Csak nem érzel valami nyomást errefelé? Az imás azt mondta, van elég kaja, úgyhogy semmi gond. Elég, elegem van, ebből elég. Te, Junior, fogod Darcy embereit, és idehozod őket nekem, ide és most. Kedvelem az inast, uramnak szólít, meghajol előttem, nagy embernek érzem magam. Maga vigyáz az újságírókra, amíg én jövök és rendezem az ügyet. Te meg, eredj és mondd meg Annie-nek, minél gyorsabban szedje a sátorfáját, elegem van ebből, torkig vagyok vele! Nem, pedig már kezdtél úgy viselkedni, mint egy ember. Kapsz 30 másodpercet, ha akkor még itt vagy, Istenemre kidoblak. Tudtad, hogy van, aki a kivert macskákat is tápolja? Hogy az állatkertben jól élnek a vadállatok. Hogy megbüntetnek, ha megversz egy lovat. A jó ember segít, Dave. Rosszak vagyunk. Építettünk már hidat, ültettünk már fát. 20. Nullák vagyunk. Piti haszonlesők azok vagyunk. Csak azt lesük, mit nyerhetünk. Egyszer. Nem segíthetünk valakin, csak úgy önzetlenül. Leárt, meghallgattam, Queenie nővér. Úgy lesz, igen, mi is segítünk valakin. Az pedig nem más, mint én. Én! Rajtam fogunk segíteni, olyan üzletet fogok kötni, amilyet csak Darcy akar, akármiben benne vagyok, ha egyáltalán lehet bármiről szó. Halleluja! Akkor erre iszom, pedig már évek óta nem iszom egy korcsot. A reménytelenség sivatagába akarja tasítani Annie? Csorkig vagyok a cifra szólalmaival, bíró, most! Mars! Te is? Ki? Mars ki? Mindkettő? Ki? Mozgás! Elég, mars ki, nyomás! Kifelé, mars! David bácsi, remélem nem okoz gondot, hogy benéztünk. Nem, gyerte néni! Drágám, most hallottam David bácsitól az örömhírt. Őszinte szívvel gratulálok, Carlos. Köszönöm. Remélem, nem zavarunk. Még hogy zavartok, az örök tavaszt hozzátok közénk. Épp erre sétáltunk, és Carlosnak támadt egy pompás, isteni ötlete. És mi az, Carlos? Nem, nincs itt az ideje, máskor inkább. Dehogy is nincs, Carlos, és veled kapcsolatos, David bácsi. Louise. Miről van szó, Carlos? Nos, uram, én... Mármint Louise és én... Igen. Boldogok lennénk, ha itt lesz az ideje, ha ön lenne az első gyermekünk keresztapja. Ezer örömmel. David bácsikád már tapasztalt keresztapa, Louise. David bácsi, én úgy imádlak. Köszönöm, szenyor. Nagy megtiszteltetés. A családom is hálás önnek. És ha fiú lesz, az ön nevét viseli.
Louise, ne raboljuk tovább a drága idejüket. Köszönjük. Igen, bizonyára rengeteg dolgotok van a fogadás előkészítésével. Viszlát! Viszlát! 100 vendéget mondott, bíró úr? Nem sima vendéget, hanem előkelő vendéget. És mindenek előtt titoktartó vendéget. Gigerli bandája. Úgy fél tőle minden embere, hogy nyikkanni sem mer. Csak jó ruha kell rájuk, és elmehetnek királynak. Gondolja? Ott van Annie. A herceg egyből bekapta a horgot, sőt, maga is, meg én is. Carlos szemében Gigerli maga az Isten? A herceg még Joy Boyt is elfogadta, pedig nála még egy kóborkutya is illedelmesebb. Ha nem nézném, hogy nő vagy, innék a véredből. És a táncos lányaim? Náluk csodálatosabb társasági hölgyeket nem talál az egész városban. Igen, úgy van. Az élelmeseké a világ. Ott van Botos Lui. Teszünk egy szegfüt a gombjukába, és már is olyan, mint egy képviselő. És Weasel? Hát nem lenne csodálatos hadügyminiszter? Weasel? Hadügyminiszter? Nem, legfeljebb városi tanácsnok. Gigerli. Miért? Weasel legalább olyan jó hadügyminiszter lenne, mint akárki más. Nem, nem, városi tanácsnok. Gigerli, te megőrültél. Megint csőbe húz ez a nő. Mindeneket köszönhetek. Ha nem vagy ott, én cserben hagytam ol a szegény öreg Annie-t. De te ott voltál. Rajta, Queenie, hívd a lányokat. Maga a Boy szalonját. Tudom, hogy tudja a számát. Én riasztom a fiúkat. Kapcsolja, mit akarsz, Joy Boy? Munkára, emberek! Még jó cserkész voltam. Nem oldódott ki a csomó. Mr. Darcy nem fog örülni. Mondd meg Darcy barátodnak, áll az üzlet, de én diktálok. Kapok tőle 100 000 dollárt készpénzben. És nehogy rám fog még egyszer a pisztolyodat, mert én annak nem fogok örülni. Na, futólépés! Kapcsolja nekem, kérem, a lovas Harryt. Drágám, felejtsd el a partit, szükségem van rád. Cheesecake, szólj a fiúknak, jöjjenek a török fürdőbe, értve? Mit gondolsz mégis minek? Mosakodni. Te, a Joy Boy, keresd meg, hogy is hívják a Rózit, a szabót. Nagyszerű gondolat. Méretre szabott kényszer zubbant mindenkinek. I gave my love a cherry without no stone. I gave my love a chicken without no bone. I gave my love a ring. I gave my love a baby with no crying. I threw Carlos a flower and blushed a smile. My love threw me the autumn moon and left the I gave my love a heart of love wrapped up in pink and blue. I'll give my love a baby who look like you. Énekelj még, kérlek. Nem, Carlos, most te jössz. Más dolgom van. Ó, kérlek, az esküvői verse. Meg is lesz, de még nincs kész. Az esküvőre készen kell lennie. Édesapád mondta, hogy 1000 éve minden Romérónak meg kell írni a verset. Mert egyszer egy buggyantősöm írt egyet. Ó, nekem tetszik, mondd el. Nem lehet neked ellenállni. Kérlek. Remélem, nem hallják. Érte. Érte. Átmennék a tűzön. Érte zeng az angyali dal a nagy katedrálisban. De csitt, heves szívem, andalító dallam, őt tartom karjaimban. Büszkén dobol szívem, 1000 szempár, könnyektől párás, de irigyen kémlel. Mert ő a jegyesem.
Mrs. Menville? Hiányoztál, kislányom. Az én hibám, bocsánat. Egy egész élet vár rám, Luisa. Önnek csak két napja maradt. Majd később találkozunk, anyám. Nem haragszik, ha anyámnak szólítom? Csak nyugodtan, fiam. Köszönöm. Anyám. Nagyon szereted, ugye? Arra nincs szó, mama. Amikor ma a Broadway-n sétáltunk, egy öreg virágárusasszony, egy süketnéma hölgy ezt adta. Szinte rámerőltette, és nem fogadott érte el egy penit sem. Ó, mama, az élet gyönyörű, ugye? Igen, drágám, gyönyörű. Mama. Tessék. Ugye nem történhet velünk semmi baj? Milyen baj? Ó, ez nagy butaság volt. De annyira vágyom a boldogságra. Mama, te vágytál már valamire nagyon-nagyon. Semmi baj nem történik. Semmi. Igen? Úrkapitány megérkezett. Azonnal jöjjön be. Nos, hol vannak az újságírók? Nem tudom, felügyel. Semmi nyom. Az újságok keresztre feszítenek. Olvasta a Vincsert? Igen? A rendőrfőnök úr. Na tessék megint ő. Ma már negyedszer. Haló, rendőrfőnök úr. Nem, de Murkapitány éppen itt van az irodámban. Még semmit se. Azt meg hogy érti, hogy semmit se? Ne csináljanak bolcot a rendőrségből. Mit akar? A polgármester uram. Nem mondta, hogy házon kívül vagyok? Mondtam, de nem hitte el. Tartsa egy kicsit. Haló? Igen, főnök. Nem, McCrary felügyelő még semmit sem tud. Semmit sem? Elegem van már a tehetetlenségükből. Eredményt akarok, mégpedig azonnal. A riporterek megszállták az irodámat. Igen, és ne feledje, amíg nem történik előrelépés, az első oldal minden nap magukról fog szólni. Ha egy újságíró nincs biztonságban, az rossz fényt vett a városra. Ha a város vezetése tehetetlen, segítséget kérünk az államtól. Holnap ide érkezik a kormányzó, és megkérdezzük a véleményét. Találja meg azt a három riportert, rendőrfőnök, vagy kénytelen leszek elfogadni a felmondását. Halló, McCrary, na ide figyeljem, vagy megtalálja őket, vagy én találok magamnak másik felügyelőt. Kapitány, kap 24 órát, hogy megtalálja az újságírókat. És ha kudarcot val, holnap után az istállóban találja magát. És ez nem üres... Mit akarnak? Azt hiszem, találtuk egy nyomot a riporterügyben. Beszéljen, hát, mondja el. Fura egy eset volt. Múlt szombaton kimentem az egyik hajóhoz megnézni az utaslistát. De két pasas megállított és betuszkolt egy autóba. Miért nem jelentette eddig? Mert nem bántottak. Csak átvitettek Bronxba és a taxit is fizették. De amikor olvastam az eltűnt kollégákról... Tudjuk, hogy ki a két fickó? Csak gyanítjuk, de két kollega, aki kint járt a kikötőben, jelentette, hogy Gigerli is ott volt. Vendégei érkeztek. És ott volt a banda is. A Gigerli? Hát ez nem sok, de legalább most már sejtünk valamit. Kapitány, ellenőrizzé Gigerlit. Talán köze van hozzá. Parancs, uram! Quinny Martin Klub. Véglegesen zárva. Ez nagyszerű, bíró úr. Még néhány példamondat, és meg is vagyunk. Nos, Jimmy Durantéval szólva, millió mondatom van. Kedves hercegen, örülök a találkozásnak. Nagyszerű ez a fogadás. Milyen az időjárás, pacik? Jó, csendet, emberek! Csendet, Cserek, egyszerre egy dolgot. Quinny, vidd a lányokat a túlsó oldalra. Fiúk, ti gyertek ide, és figyeljetek agyon. Ide, lányok, oda gyerünk, lányok, szakorán, gyerünk. Fiúk, gyertek ide, ide. Na, gyertek már. Fiúk, nagyon fontos dolgot mondok. Jól vésétek az eszetekbe. Ti nem csavargók vagytok, igen, hanem úri emberek. Gigerli, rakasd ki velük a pisztolyokat, tönkreteszik a nadrágokat. Nem mondtad meg, hogy hagyják otthon a mordályokat? Hányszor kell neked egy dolgot elmondani? Mondtam, hogy nincs mordály. Nincs mordály! Fogjátok már fel, ha nem viselkedtek úriemberként, akkor hatalmas lebukás lesz a vége holnap este. Akkor végünk, értitek?
Mindenki megkapta a példamondatot? Megvannak? Mindenki tudja, hogy ki? Mindenki jegyezze meg, ne halljam ki, vagy szlopsz. Átállam kormányzója. Milyen állam? Nem, Utah állam. Utah. Úgy olvasd el, ahogy azt a bíró leírta. Világos? Ne dumáljatok, csak mosolyogjatok, akkor még egy királyt is elkápráztattok. Királyt, igen, de azokat rájuk mosolyogsz, és már is a térdet fogják. Neked már annyi kéz volt a térdeden, hogy kesztyűt húzhatnál rá. Jól van, rendben, lányok. Gigerli, nehogy meglássam, hogy valamelyik tapperolja őket. Nincs tapper, nincs tapper. Na, hallottátok? Nincs tapper. Nincs tapper. Mi lesz ez, temetés? Hallgatod, ha olyan még egyszer szoksz. Mi van? Ez nem egy nyerő duma, nézd csak meg. Mi a fenét képzelsz? Nem a lóversenyen vagy? De ez a herceg nem ide valós. Na és? Akkor azt mondom neki maga egy mázlista, hogy összejöttenivel. Hogy mit akarsz mondani? Talán még lányokat is ajánlanál neki? Azt tanuld meg, amit a bíró leírt neked, te ökör. Tanulás. Mondd nekik halkabban. Halkan. Könyörgök, fiú. Halkabban. Miért nem gyakorolsz, mint a többiek? Gyakorolok én, csak hát. Én is vagyok olyan jó, mint Botos Louis. Mi van, hogy követ, akkor én minimum király. De hát te a belügyminiszter vagy. Az sokkal nagyobb, mint egy nagykövet. Ne nézd már hülyének, egy miniszter az csak egy miniszter. Jól van, nagyész. Akkor legyél a postamester. Az jó lesz? Az már sokkal jobb, nem kell bélyeg. Jó, bíró úr, a postamester is itt lesz. Én vagyok a postamester. Na jó, gyere ide, Max. Igen, mit akarsz? Na, adod a szövegedet, te vagy a herceg. Haja. Azt mondtad, hogy én Florida állam kormányzója vagyok. Igen, csak egy percre szeretném, hogy a herceg legyél, jó? Akkor rajta mondjad. Hercegi felség. Nagy, ez nagy. Megtized. Miket makogsz itt össze? Nagy megtiszteltetés, fafej! Az van leírva, na hát. Nem hinném, hogy fafejnek kéne neveznem a herceget. Na, ez már több a soknál. Az agyamra megy ez a tűnés a szemem elől. Előlem is ezt a rakás Macska Jánost. Mi? Macska János, az előkelőbb, mint a Macska Jancsi. János. És elment a hangom. Gyakoroljatok! Itt üdvözlöm, herceg úr. Az... Ne így áll. Már csak azt hiányzik, hogy leírd magad. Csak egy okot mondd, hogy miért maradjak józan. Te vagy a zseni, aki ezt kitalálta, akkor tartsd is kézben őket. Hé, fiúk, figyeljetek Mrs. Martinra! Csendet, emberek, figyelmet kérek, fiúk! Csendet! Egyszerre csak egy dolgot csináljunk. Tegyük félre a szöveget, most csak a meghajlást gyakoroljuk. Bíró úr, megmutatná nekik a meghajlást? Nagyon egyszerű. Jobb kezünk a mellény zsebben. Egy könnyed mozdulat a ballal, így. Hé, mi olyan bonyolult ebben? Minden pincér tudja, a külföldiek is, ez nem nagy tudomány. Na jó, figyeljen már, álljanak párba a lányokkal, és úgy gyakoroljanak. Úgy van, csak értem. Nyomás, lányok, ide jönni! Na gyertek, lányok, menjünk. A meghajlást gyakorolni, jobb kéz a mellényen, ballal meg kalimpálsz. Hajolsz! Hajolj már! Hajolni! Gyerünk! Ha józan vagyok, miért káprázik a szemem? Értesítettétek már a járványügyieket? Mi bajod van? Vele van bajom! Ott kereste a zsebemet, ahol nincs is zseb! Ez hazugság! Tisztességet volt, tess várvers! Gyakoroljunk! Jól van! Nyugi, hallgassatok! Ez így nem lesz jó! Ti nem veszitek komolyan ezt! Egyszerűen nem veszitek! És lányok, ti se veszitek, de egyet jól jegyezzetek meg! Ez komoly dolog, értve? Mint a halál. Biztos szeretnétek tudni, hogy mi ebből a hasznunk. Mindjárt meg is mondom, semmi. Mármint semmi, amit a zsebedbe tehetsz. De kérdem én tőletek, ültetett már valamelyikünk hidat a épített, ültetett fát? Mert egyszer, igen, nem lehetnénk jók egyszer valakihez, és ezt most szegény Ennyiért csináljuk. És ha egyetlen hiba is történik holnap este, csak az Isten tudja, mi történik szegény Ennyivel. Villamos székbe kerül, már régen rászolgált. Szóval, lányok, fiúk, gyakoroljatok! Szedjétek össze magatokat, akkor sikerülni fog! Meg van, mire gondoljatok, hogy az anyátok élete függett. Egy anyáért mindent meg kell tenni, évek óta magánzárkában van.
Ha, csináljátok, folytassátok a gyakorlást! Elmondom újra és újra és újra. Ez nem fog sikerülni, ez nem fog sikerülni, ez nem fog sikerülni. Na, a sikerre! A zene legyen lágy és andalító, nem harsány, nem hangos, finom, mint az őszi levélre hulló esőcsepp. Hát érte, Borabi, te csevköttes. Helyes. Csak csendesen. Na kérem. Á, az új ember. Igen, uram. Megbízható? Ó, tökéletesen. Imádom ezt, uram, ön is, ugye? Hacs, ide bent karácsony van. Száncsengő, száncsengő. Ó, igen. Ahogy Pascal mondja, a szív érzi, hogy van ész, de az ész nem tud a szívről. A zsebkendő. A zsebkendő. Ah, persze, itt van. Lola, elég jól nézek ki. A Ritz főpincére a legjobb asztalt adná önnek. Az Isten áldja. Nézze csak meg magát, Mrs. E. Worthington Manville. A mupi pőke elbújdokolhatna. Fogalmam sincs, hogy ki az ott. Remélem, hogy nem csak egy álom. Kérem a kosarat. Almát! Almát! A szép álom most valóra válik. Ó, bár úgy lenne. Mindenki olyan barátságos. Én pedig úgy vélek. Szabad! A föltámadt Afrodité szépség istennője. Ó, ez a bíró úr egy vénkaszanova. Megkérdőjelezhető karrierem során egyszer sem láttam még az önéhez fogható isteni szépséget. Ó, hagyja ezt. Hányra jön Gigerli? 8 órára, drága kis madaram, és hozza a világ legfinomabb társaságát. És milyen az a társaság? Ne féljen, kedves, csoda vár mindannyiunkra, orchidea nő, atyamején. És ha valaki hibázik? Az Gigerli megöl. Ó, szegényke. Na, szedje össze magát, drágám, ne feledje, egy gyönyörű lány, büszke édesanyja, és most lesz az eljegyzés, és ne gondoljon hibákra, ha rendzavarás történne, azonnal kiűri tetem a termet. Maga egy tudom, angyal. Tudom. Na nézzük a házigazdák listáját. Tegyed a jobbamon. Aztán Louise. A herceg. Roppant hálás vagyok. Köszönöm, madám. Gigerliék a Quinny Martinban vannak. Quinny Martinban is mit csinálnak ott? Azt nem tudom, de nagy dobás lesz. Az egész utcát elfoglalják az autók. Kerítsék be őket, és ne hagyja, hogy meglépjenek. Értem. Körbevenni a házat. Magunk közszólva néha szégyellem magam amerikai honfitársaim miatt, ahogy imádják a hírességeket, különösen a született nemeseket. Na hát ez nagyon kedves. Mint a kisgyerekek, majd meglátja ma este az öntársaságában. Lehet, hogy dadognak, de még az is lehet, hogy hallgatnak, mint a hal. Nagyon kérem, bocsássa meg a sutaságukat. Hogyne, persze. Ön is tudja, hány ország annyi szokás. Ó, erről jut eszembe. Van egy szokás Spanyolországban, ami Amerikában ismeretlen. Mégis abban biztam, hogy ön majd szóba hozza. Tényleg, uram? Mire gondol? A hozományra, bíró úr. Eddig egy árva szó sem esett a hozományról. A hozományról? Természetesen tudom, hogy Amerikában ez lényegtelen dolog, de Spanyolországban először ezt beszélik meg. Spanyolországban igen. Amerikában hozomány, hát nem is tudom, hogy mit mondjak, herceg. Mintha a hátulról melbe támadtak volna. Úgy értem, ez teljesen váratlanul ért. Nem gondolja, hogy otromba dolog most pénzről beszélni? Hát, akkor legyünk otrombák néhány percre. Szándékom szerint a hozomány összege 50 000-nek felel meg dollárban. Szándéka? Dollárban? Szé, és azt remélem, hogy hasonló összeget szándékozik felajánlani ön is. Ó, szándék, igen, igen, már hogyne, szándék. Á, Napóleon, velem tart egy kis garatöblítésben. Ó, nagyszerű ötlet.
Látom, kitűnő állapotban tartja a biliárdasztalát. Ön játszik? Hogy játszom-e? Szenyor, Barcelonában én vagyok a bajnok. Na hát, ezt ugye nem csak úgy mondja. Én? Talán játszhatnánk egyet a fogadásig. Ennél nagyobb örömet nem okozhatott volna. A hozományról... Mondja csak... Az jutott eszembe, hogy miután a fiatalok önnel fognak együtt lakni, én állhatnám a teljes összeget. Ó, nem engedhetem, hogy ön álljon minden terhet. De ez édes teher, kedves hercegem, úgyhogy megbeszéltük. Ó, kérem, kedves Harry, ön oly nagy lelkű, hogy szinte szégyellem magam. Én állom a teljes hozományt. Hát ez bizony patthelyzet. Órákig vitatkozhatnánk erről, de Amerikában vannak megoldások az ilyen helyzetekre. Fej vagy írás, vagy gyufahúzás. Mi olyan nevetséges, hercegem? Van egy harmadik megoldás is. Tényleg, uram? Van ám. Ó, csak nem egy tétre menő játékra gondol. Jó, elég, állj le. Elég lesz, emberek, kezdtek izzadni. Nincs izzadás, senki nem izzad. Harry, ez már nagyon jó. Jó van, kicsim, vedd a kabátot. Mehetünk. Ha? Hé, Dave, figyú. Öregem, megvan. Darcy az. Azt mondja, átengedi a döntést, igen vagy nem. Elfogadod, Darcy? Rendben, megmondom, hogy mit csinálj. Éjfélre hozd a kis Vájcot a 84-es múlóhoz. És a készpénzt is. Na, most mit gondolsz az almámról? Imádom. Mehetünk, Dave. Figyelem, emberek! Vini és én most elindulunk. Ti négyesével induljatok pár perces időközökkel. És Junior, te vagy itt a főnök. Érted? Viszlát! Sok sikert, Gigerli! Vini, megegyeztem Darcyval, ahogy akartam. Ennyire még sose volt rá szükségem. Ne hagyja, kérlek. Rendben, Dave. Ha ezt akarod. Ő az. Gigerli, mindenhol zsaluk vannak. Köszönöm, uram. A főnök azt mondta, hogy négyesével menjetek. Hé, főnök, mi a baj? Tudod, kik várnak odakint? Millió zsaru. Akkor most mit csinálunk? Nem mehetünk a tenihez az orruk előtt. Hát Vinny, telefonálja a bírónak, húzni kell az időt. Gyere ide. Mit gondoltok, ezek miért vannak itt? Csak Darcy tudja, hogy itt vagyunk, nem? Halvány fogalmam sincs. Nem csináltam semmit. Maradj már. Valami bűzlik. Fantasztikus sási szerencsém volt, nem igaz? 24-24. Ugye tudja, hogy ha megcsinálja, ön nyer. Tényleg? De ez a koccantás gyakorlatilag lehetetlen. Volt, aki megcsinálta. Ez egy hétfalas lökés, könnyű, de erőteljes jobbkéz. Az csak profi lehetett. Elnézést, uram, Mrs. Manville unokaöccse hívja telefonon. David öcsém? Igen, uram, és azt mondja, roppant sürgős. Egy lökés, és már megyek is. Koccant. Ezt a szerencsét, ilyen szerencsét! A bíró profi. Ó, uram, én rendszerint megverem. Köszönöm, uram. Hello, David öcsém, gratulálj kérlek, ebben a pillanatban spóroltam neked 50 000 dollárt. Hagyja már a hülye vicceit, csapdába estünk, kéklik az utca a fognegektől. Zsaruk? Ó, nekem semmi dolgom velük, kedves barátom. Azt javasolja, hogy pakoljak és csendben tűnjek el az éjszakában. Ha jót akar magának, bíró, marad, ahol van. Tartsa fel őket, kitalálok valamit. Csak gyorsan, Gigerli.
Nagyon rosszul viselem a várakozást. Mi baj van, Henry? Mi történt? Semmi baj, kedvesem. Henry, hallottam. Hallottam, hogy azt mondta Zsaru. Ide nem jönnek, ugye? Nem, hogy ne jönnének? Ne Henry. Az igazat mondja, csak is az csak igazat. Ne izgassa ha fel magát. Ha valami rossz történik nekem, azt is tudnom kell. Én ne, inkább ne. Elmondom az igazságot, mint mama! Hogy... Mama, nézd, mit kaptam a hercegtől a fogadásra, családi ékszer, valamikor Izabella királynő hordta. Ó, ez gyönyörű, drágám. És ez lesz az esküvői ajándékom. Carlos még nem is látta rajtam. Ugye, aranyos kislány, bíró úr? Maga szerint nem aranyos? Angyali, kedvesem! Mit tanácsok? Mit tegyek? A herceg biztos lemondja az esküvőt. Lóis meggyűlöl. Oh, ne mondjon ilyet, Annie. És tudni akarja, hogy ki az apja. Mit fogok neki mondani? Én soha nem voltam férnél. Nem is kell semmit sem mondania. No, szedje össze magát. Majd Gigerli, kitalál valamit. A mai ünnepi esten szeretnék bocsánatot kérni öntől. Ezért hívtam meg konzulul. Kedves herceg, semmi sem nyújt nagyobb elégtételt, mint az, ha belátjuk tévedésünket. Mikor érkeznek a vendégek? Bizonytalan, uram, és az is, hogy mikor távoznak. Főnök. Most hagyd ezt abba! Azoknak a buldogoknak nincs semmi a kezükben, vagy már ránk törték volna az ajtót. Megmondanád nekem, hogy vigyem át az embereket Ennyihez, és ne kapjanak el közben? Van egy ász a pakliban. Igen, és mi az? Add oda, amit akarnak. Mit? Mit akarnak? Az igazságot. Ezeknek? Mi bajod van, megbújtantál? Egy pillanat. Egy pillanat, megkapják, amit akarnak. Igen. Kimegyek innen egyenest a rendőrfőnökhöz. Megegyezem vele. A rendőrfőnökkel? Vele. Te vagy a főnök, Junior. Joy Boy, gyere. Nem akarok. Nem, nekem ez nem tetszik. Én itt maradok. Mozgás, emberek, kászálódjatok fel. Még nem megy jól a meghajlás. Ezért egy kicsikét gyakoroljuk. Nincs duma. Gyerünk. Csak azt kérem, rendőrfőnök úr, hogy hagyjanak futni ma este. Csak ennyit? A város kulcsait ne adjam át? Mit csinál maga a bandájával egy bezárt kocsmában? Semmit, komolyan. Mármint, ami magát érdekelni. Értse meg, erről nem beszélhetek senkinek, komolyan. De ha enged egy szabad hazafutást ma este, én is segítek magának. Miért tud maga segíteni? Olvasok újságot. Három újságírót keresnek, nem? Maga tartja fogva őket? Ugyan kérem. Tudja, ha kérdezősködnék a barátaimnál, azok a firkászok holnap reggelre biztos előkerülnének. De én csak azt kérem, rendőrfőnök úr, hogy ne zargasson ma éjszaka. Bűnözőkkel nem alkudozom. Figyeltetem, amíg elő nem kerülnek. Tűnjön el innen! Na, egy pillanat. Jól van, megmondok én magának valamit. Én tartom fogva őket, és addig nem szabadulnak ki, amíg meg nem egyeztünk. Na most már kötünk üzletet? Hogy ne, Gigerli, persze köthetünk üzletet. Kaberli, Brisco, vigyétek egy zárkába. Narancs! A rendőrség mindig hajlandó üzletet kötni. Tudja, hogy ezzel nem megy semmire. A polgármester... Most nem fogja elérni, rendőrfőnök úr, valamilyen fogadásom van. Ha meghallja, hogy miről van szó. Csinálja már ezt. Minek kell beavatni a polgármestert? Nem csodálkoznék, ha vele is üzletet kötne. Tőle biztosan számíthat, vagy 50 évre. Esküszöm, hogy nem készülünk semmilyen gaztetre. Az igazság az, hogyha meghallaná, a hasát fogná a nevetést. Én már is nevetek. 10 éve várok erre a pillanatra. Ó, halló, főnök, én... Várjon, mielőtt beszél vele. Joy Boy, tudod, megígértem Queenie-nek, úgyhogy elmondom, mi az igazság. Bolondnak fog nézni, de igazat mondok. Szóval ez olyan, mint
Mint egy csukanyó történet. Igen, olyan. Ez egy olyan történet, amilyet a gyereknek mesélnek lefekvéskor. Tartaná egy kicsit, főnök. Gigerli, a szeszcsempész, szélhámos és csaló esti mesét készül mondani nekem. Na, ebből elég! Előbb akasztanak fel, mint hogy egy ostoba zsaru büntetlenül rajtam nyihorászol. És maga a polgármester úr... Mondja meg a főnökének, hogy nem látja azokat a firkászokat élve. Soha! Gigerli itt van az irodában. Nem engedi, hogy telefonáljak. Igen. És ő tartja fogva az újságírókat. Szép munka volt. Gigerli tartja fogva az újságírókat. Kicsoda? Egy kikupálódott szeszcsempész. Mi? Letartóztatták? Persze, hogy letartóztatták, uram. De mit gondol, mi fog történni holnap? Óvadék és már szabad, mint a madár. Ez nevetséges. Nem, errefelé így mennek a dolgok, uram. Na hát ezt az arcátlanságot, kinek képzeli magát? Ne alkudozzon vele! Tessék, itt a példa, hallja? Megegyeznek. Gigerli azt mondja, ha nem engedjük előtt ma este, nem látjuk viszont a három újságírót. Mi? Ez feláborító, polgármester! Ne idegeskedjen, kormányzó, ez itt már mindennapos gyakorlat. Hozzák ide Gigerlit! Igen, pontosan ezt mondtam, mégpedig azonnal. Nem érdekelnek a vendégek, ez fontosabb. Nos, uraim, önök állandóan bírálnak engem. Lássuk, hogy oldják meg ezt a kérdést. Én az ilyet villamosszékbe küldeném. Itt a lehetőség, kormányzó. Rajta, Slops, hajolj mélyebbre, gyerünk, bal kéz a hason. Elejts el, Junior, annyit hajlongtam, hogy bőrkeményedés nőtt a költökömön. Azgás, hajolj! Ülj le, Junior, pihenj kicsit. Halló, Dave? Hogy hol vagy? Az őrsön? Oda akartok menni az újságírókért? Ó, szegény Eni. Jól van, már is átmegyek. Sajnos a világ maradt, amilyen volt. Akkor most mi legyen? Vége van. Smokinguk vissza. Nagyon sajnálom. Mehettek haza. Mindenkinek köszönjük. Ezt mondd meg nekem. Ezt mondd meg nekem. Erre válaszol. Megtanultatok meghajolni, nem? Bár csak tudnék sírni. Junior, gyere! Senki sincs a Quinny Martinban. Ah, ne, Eni, ne csináljon butaságot. Mama, senki sem jön az estére. Mama, mi baj van? Oh, Louis, kislányom. Ha tudnád, ha valami kitudódna. Mama! Nem gyűlölnéd az anyádat? Ilyet ne is kérdezz. A herceg a nappaliban van. Uh-huh. Mi történt, mama? La commedia è finito. Küldje haza a személyzetet, és hívjon egy nagyon jó orvost. Hol van Eni? Nagyon sajnálom. Romero herceg, szeretnék valamit elmondani önnek. Biztosíthatom, számomra is a legfontosabb, hogy a lányom hozzámenjen a fiához. Szereti őt, nagyon szereti. És tudom, Carlos is szereti. Amióta Louise megszületett, csak egy dologért éltem.
a jövőjéért. Amikor azt írta, hogy megtalálta a szerelmét, én voltam a legboldogabb anya a földön. Romero herceg, tudom, ön azért jött át Amerikába, hogy megismerjen minket, Louis családját. Nem, nem, szenyora. Nem, nem, nem hibáztatom. Joga van hozzá. Az szörnyű lenne, ha a házasságkötésük után jönne rá arra, hogy Louis anyja olyan nő volt, akit szégyelnie kellene. És még Louis is szégyelné őt. Ez butaság, mama! Egy pillanat, engedje meg, hogy folytassam. Beszélni akarok, hogy megtudjanak mindent rólam. Először is, Romero herceg, be kell vallanom, hogy New York város polgármestere. Csak rajta, uram, a maga ötlete, nem kesedjen. Ó, kedves Mrs. Manville, úgy örülök, hogy újra látom. Ha emlékezetem nem csal, volt szerencsém ott lenni a partiján. Úgy is felejthettem volna el. Nagyszerűen éreztük magunkat. Ó, és a kis Louise, mintha az édesapját látná. Nem örülök, hogy látom, drágám. Látta Lord Fölpriffet mostanában? Isten mostanában. Köszönöm, uram. Élőben sokkal fiatalabb, mint a híradókban. Na, tényleg? Ő a fiam Carlos, a polgármester úr. Maga szerencsés ifjú, gratulálok. Ő excellenciája, New York állam kormányzója. Köszönöm, köszönöm. Jó estét. Jó estét. Kedves Mrs. Manville, milyen boldogság, hogy újra láthatom. Sugárzó megint, és ő a mesés szépségű Louise. Tudja, hogy mindig csodáltam önt. A szépsége már meg sem lep. A feleségem. Kazem, Mrs. Manville. Örülünk, hogy itt lehetünk. Louis. A világért el nem mulasztanánk. Herceg, Isten hozta New Yorkban. Ujjaj, sírok. Baby, sírok. Nézd, Joy Boy, tudok sírni. Jó, hagyjál már, van nekem elég bajom. Istenem, Motoros kíséret. Ilyet még Barcelonában sem kapunk. Semmiség, kedves Carlos, semmiség. Engem naponta kísértek rendőrök. Ehhez mit szóltok? Polgármester, kormányzó, zsaru. Azt hittem, mind önző disznó. Úgy látszik, valami megmozdult bennük. Nagyon felemelő érzés. 10 évet fiatalodtam. Szándékában el kivizsgálni a városvezetés munkáját, kormányzó? Azt hiszem, nem. Ezt későbbre halasztjuk. Holnap felhívom a rendőrfőnököt. Pár nap alatt pokollá tettem az életét. Tegnap este nagyszabású fogadáson jelentették be lányuk Louise és a spanyol illetékességű Carlos Romero, stb. Ez legyen benne, és a vendégek teljes listája. Ennyi a történet, semmi több. És az, hogy minket elraboltak, arról nem írunk egy sort se. Ki rabolta el magát? Maga hullarészek volt, megértette? Én részek? Igen, maga. Mi most búcsúzunk, háli, 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 hó. Mi van, visszatértek megint a régi szép idők, hogy terik taxira? Keresztapák vagyunk, keresztapák vagyunk. Halli-hó, halli-hó, halli-háli-háli-hó.
téged messze, a nagy gőzhajó. A kis Svájc, ott van, nézd csak hátra. Téged vár. 100 000 dollár kis címletekben. De főnök, nekem dolgom van. Szabad lehet az esti? Meglátogatom az anyámat. Várjál, már én is megyek. Figyelj, Gigeli, az asszony, tudod? Már egy hete csak az asszonyra gondolok. Figyelj, hívjuk már taxit, tudod? És el, akkor... Elizabeth? Igen? Mi a neve annak a városnak Marylandben? Na, ne csináld, ne bömbölj! Kis lányom, drágaságom, Isten áldjon! Adios! Bátorság, drága bátorság, csak ne álljuljon el! Mi tartok itt szájtáton, apropók? Hasaspénztárcák kézgyújtásnyira, munkára. Mostantól egy dollárral többet fizettek azért, hogy a Broadway-n dolgozzatok. Elég a sírjázzák, munkára! Nyomás! Munkára! Gyerünk!